Sziasztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Műfaj Szédelgő Könyvklub áprilisi olvasmányának a kibeszélőjén, ami Sophie Oksanentől volt a tisztogatás, amit csak így meglengetek, mert szép sárgának megcsináltam a név cetlieinket is, de első körben nagyon sok szeretettel üdvözlöm nálam Tamarát ismét, aki már visszajáró vendég nálam, mondhatjuk, meg hát vice versa gyakorlatilag. Elég így ottan feltűnünk egymásnál. Szia Dóri, meg sziasztok! És nagyon-nagyon örülök, hogy ezt elolvastuk közösen, meg hogy ez volt a beválasztott könyved, mert én már nagyon régóta szemezek Oksanennel, de még nem olvastam tőle, úgyhogy ez volt az első. Hát akkor ez egy tökéletes alkalom volt rá igazából, mert én is kicsit féltem egyedül nekiugrani, és nagyon örültem, amikor írtad, hogy te azért úgy lehet, hogy itt játszol majd, mint lehetséges jelölt, aki velem olvassa, szóval ennek nagyon örültem. Majd kérünk szépen egy visszajelzést, amíg mi itt csacsogunk, hogy lehet-e minket rendesen hallani és látni, mert természetesen mi nagyon szívesen elbeszélgetünk akkor is, ha nem, de lehet, hogy egy kicsit többet profitáltak belőle, vagy jobban szórakoztok, hogyha hallhatóak és láthatóak is vagyunk. Nem csak itt magunkat szórakoztatjuk. Hogy vagy, Tamara? Beszélgessünk egy kicsit, még mielőtt belevágunk. Jól vagyok. Igen, köszönöm szépen. Most ilyen abszolút feltöltődés van, mert végre jó idő van, és akkor így mi is kijöttünk egy ilyen hosszabb betegségből, ami így végigment így mindenki ilyen kisebb eltolódással. De most már szerencsére ennek így vége van, és akkor végig kimerészkedtünk kirándulni, és ilyen végre így nap ért minket, meg jó idő volt, úgyhogy tök jó fel vagyok töltődve. Csupa D-vitamin volt akkor. Igen. Ez nagyon jó. Jó, szuperül hangzik. Hát igen, most már azért én se bánom, hogy nem csak ez a szürke időjárás van itt másfél hónap alatt a tavasz kezdete után. Nem mindig a télben érezzük magunkat. Közben megírta nekünk Jurit, hogy igen, minden szuper. Nagyon szépen köszönjük neked a visszajelzést. És bemutatkozásait nem hiszem, hogy nagyon szükség van már akkor így a csatornán, hiszen tényleg ilyen kibejáró vendégek vagyunk lassan egymásnál. Ezért vannak átfedések az ízlésünkben szerintem jócskán. És Oksanennel te hol vagy milyen formában találkoztál egyébként elő, vagy mikor hallottál róla egy először, hogy jött veled szembe? Hát, szerintem egy olyan jó 10 éve volt, nagyon-nagyon népszerű. Szerintem akkor kezdtek így bejönni a könyvei, akár a tisztogatásra, akár ez a Sztálin tehenei, meg ő volt aztán vendég. Most vagy a könyvhéten, vagy a könyvfesztivál, nem is tudom, de akkor nagyon nagy ilyen Oksanen hype volt, vagy hát nem csúnya szó ez a hype, szóval nagyon sokat lehetett róla így hallani, megolvasni, és én már akkor így felfigyeltem rá, hogy hú, tőle így érdemes lenne, de valamiért így elkerült ez az egész, tehát én nem olvastam akkor tőle, és legutóbb pedig, amikor volt a Matilda barangolás, hanem a Könyvekkel a világ körül könyvklub, és ott a finn hónapban ott nagyon filóztam én is, meg szerintem a Tündék is, hogy mi legyen a közös könyv, de aztán végül is azt hiszem, hogy ott a Karillától olvastuk a Csukátkot, azért így beszélve, mert ez egy friss könyv volt, és ez így mindenkit így nagyon érdekel, de én nagyon sokat gondolkoztam Oksanennel, meg én úgy voltam, hogy akkor ebben a hónapban én fogok Oksanentől olvasni, de valamiért akkor az sem jött össze, nem tudom, már nem fér bele, vagy mástól kezdtem el olvasni, nem tudom. Szóval egyfolytában így tologattam magam előtt, pedig úgy mindig ott volt a listán, hogy de jó lenne egyszer olvasni, és egy csomó könyvben is van a könyvtárunkban, tehát én már párszor volt úgy, hogy kihoztam, de aztán visszavittem. De most akkor ez lehet, hogy így kellett ennek történnie, hogy ezt így először közösen olvassuk, és nagyon, nagyon jó volt, nagyon nagy élmény volt, úgyhogy én biztos, hogy fogok még tőle olvasni. Hát én ilyen nagyon bátor voltam, mert én teljesen véletlenszerűen meg is vettem egy könyvet, ugye tőle még valamikor tavaly. Mert hát ugye azért ez elég ilyen kis furcsa, nem az a megszokott igen. formátum, meg nem tudom, ez a légy valahogy belemászott a fejembe, és nem tudtam ott hagyni. És pont beszélgettünk most itt egy pár szóban a live előtt Tamarával, hogy a végére annyira durván értelmet nyer ez a borító, ez a minimalista borító, hogy valójában nem kicsit zseniális. Igen. Rakták ezt egyébként össze, mert jó, hát voltak benne zümögtek itt ott, amott, de azért ott a végére kiderül, hogy mi ennek az egésznek a funkciója. Ez kicsit erős volt ott a végére, azt gondolom. De majd erre nagyon alaposan ki fogunk térni, szerintem. És ugye ezt én a műfajszédegőbe úgy válogattam be, mint egy kötet, ami igaz történet alapján íródott, és nekem az igaz történetek azok mindig egy kicsit jobban meg, hát nem megdobogtatják a szívem, mert az így egy kicsit romantikusan hangzik hozzá, hanem hogy mindig inkább
erőteljesebben tudnak rám hatni. Nem tudom, hogy te mennyire szoktál ilyen történeteket olvasni, vagy hogyan állsz hozzájuk. Másképp olvasod el őket, mint egy fikciós könyvet. Hát igazából én nagyon sok olyan könyvet olvasok, most ezen így most többentem rám, nem olyan régen, aminek van valóság alapja, mert ha belegondolunk, azért azok a regények, amelyek ugye történelemről szólnak, tehát mondjuk egy picit így jobban visszatekintenek a múltba, azok nagyrészt azért valóságon alapulnak, így nyilván van benne fikció, meg kitölti a hézegukat a fikció, de azért van alapja, és ugye hát ez a mérték a kérdés, hogy most csak a kort veszi át, vagy ez a történet szál, ami elindul benne, annak valóság alapja van-e, és hát én ezeket a true crime típusú könyveket olyan nagyon nem olvastam még, vagy nem olvastam, de szeretnék belekóstolni. Most ez nem is ilyen true crime, hanem igazából itt azért ez a családtörténeti része az, ami nagyon fontos ebben, és ugye én egyébként néztem is részben, mert tehát hogy nem volt számomra világos, csak a könyv elolvasása után, hogy ez most így, ez a családtörténet, ez mennyiben igaz történet. Tehát van a végén az Oxanennek egy ilyen utószószerűsége, amiben elmondja, hogy ez egy ilyen, hát így egy kiskorában hallott történet, amiben csak egy rész az, ami igaz történet, és akkor utána ezt gondolom azért kiszínezte, vagy hát így a saját tapasztalatait, illetve hát a saját generációjának, meg a korábbi generációknak az hallott tapasztalatait gyúrta össze. Szóval ez több családnak a története szerintem, amit ebben az egy családtörténetben sűrűsödött, de ilyen típusút például nagyon sokat olvastam, amikor nem egy az egyben konkrétan az igaz történet van benne, hanem nagyon sok családnak a történetét gyúrják össze, mert nyilván abban van annyi mondjuk ilyen drámai cselekmény, ami mondjuk kiad egy ilyen típusú történetet, mint ami a tisztogatás is. Szóval nekem abszolút fekszenek ezek a könyvek, és szeretem is olvasni őket. Uh-huh. Én most pont, ahogy itt mondtad, hogy összegyúrják ugye több akár karakternek vagy személynek az élettörténetét, nekem most a számolásukra jutott eszembe, amit egy időben sokat emlegettem, amivel borzasztóan megküzdöttem, és hogy ugye abból a filmet is láttam, és ott azt hiszem 3 főszereplőt kaptunk. A könyvben viszont lebontva mindegyikről megtudjuk, amit meg lehet tudni, és nagyon dokumentarista jelleggel, és az nagyon durva volt, tehát hogy az nagyon-nagyon részletes volt. És ehhez képest a film pedig összegyúrmázta őket, és szerintem egészen jól le lehetett úgymond ebből is venni azt, hogy pontosan mire is akar itt rámutatni. És szerintem ez a tisztogatásban is nagyon jól megjelent. Tehát, hogy én nem hiányoltam volna több szereplőt se, mert itt azért relatíve nem csak a borító minimalista, hanem maga a történet is tulajdonképpen, mert egy egészen kicsi területen és kevés szereplővel játszódik, ami valahol jót tett neki, én azt gondolom, mert egy sokkal klausztrofóbabb jellegű sztorit kaptunk általa, meg egy töményebbet is. És nehéz az, hogy egy igaz történetet olvasunk, akkor nem mindig tudom, hogy én ki akarom-e nyomozni azt, hogy pontosan mennyi belőle az igaz. Mert nem mindig számít, szerintem. Ha mondani valója meg tud érinteni, vagy tud mondjuk esetleg tanítani esetleg adott korszakról, vagy korszellemről, akkor nem feltétlenül fontos nekem azt tudni, hogy és akkor az XY-t tényleg így hívták-e, és ott élt-e, és ezek voltak-e a családtagja, és a többi. Te mennyire szoktál ezeknek utána nézni? Van, amikor kezemben van a telefon, és googlizok, de azok inkább olyanok, amikor konkrét olyan személyek vannak benne, akiket ismerek, tehát tudom, hogy létező személy. És nekem legutóbb az ilyen élményem az a Gyurkovics Tamásnak az Akcentus című könyve, ami a Lugosi Bélának egy ilyen regényes életrajza, és ott folyamatosan a kezemben volt a telefon, de ott az a zseniális abban a könyvben, hogy ott kb. 99,9%-ban igaz, tehát hogy valóban valós dolgokat írt le, és azok a szereplők, akik feltűnnek, meg azok az események, amik ott megtörténnek, azok tényleg a Lugosinak az életéből valók, de mégis az egész regény az egy ilyen olyan gyönyörű fikció, hogy így el sem tudom mondani. Szóval, hogy így az apró részletekben teljesen hű, de maga a sztori ez egy kitalált, és egy kitalált elbeszélő mondja el, szóval nagyon-nagyon jó. Én itt ebben az esetben én nem googliztam. Egyetlen egyet néztem meg, de bevallom őszintén, hogy aztán nem mentem ennek jobban utána, csak van egy, tehát azok az ilyen főbb idézetek, vagy ajánlások, amivel ez a könyv kezdődik, ez a Paul Eric Rumo, hogy én azt megnéztem, hogy ez kicsoda,
És ő egyébként azt hiszem a kulturálért és az oktatásért felelős minisztere volt Észtországnak, így a 90-es évek elején. Mert úgy érdekel, tehát ez rögtön így kezdődik a könyv, hogy a falnak füle van, és a fülben gyönyörű fülbe való. Hát ez egy annyira csodálatos egy sor volt, ezzel indul. És akkor érdekel, hogy ki ez a valaki, aki tulajdonképpen így adja ezt a felütését ennek az egész történetnek, és akkor egyébként nem nyomoztam utána, hogy ez most miért fontos, tehát fogalmam sincs azon kívül, hogy most akkor tudom, hogy ez az ember, ez egy kulturális és vagy, tehát politikus volt, meg azt hiszem, hogy írt is mellette, nem néztem jobban utána, de hogy van, amikor googlizok, igen, tehát kérdésre a válasz, igen, van, amikor utána nézek, de van, amikor meg nem, tehát ez így változó. Nálam is egyébként hasonló a helyzet, mert én ebben az esetben nem googliztam, én a férjemet kaptam elő, hogy kicsit beszélgessünk már a történelemről. Nekem ő ugye a házi lexikonom, aki kicsit bele tud mászni ezekbe a dolgokba, de mivel, hát nem tudom, hogy nektek volt-e túl részletesen mondjuk az alapoktatásban, tehát az általános meg a gimnáziumi oktatásban az észt per finn történelemről szó, mert nálunk szerintem egy büdös szó sem gyakorlatilag, tehát ez teljesen kimaradt, mintha nem léteztek volna ezek az országok. És valamit azért akartam tudni, tehát hogy nekik így mégis, mikor hol álltak, vagy miközünk volt esetleg nekünk hozzájuk, vagy ilyesmi. Igen, én sem emlékszem, hogy erről külön lett volna szó. Talán egyébként a második világháború kapcsán biztos, hogy volt valamilyen szinten, mert ott azért nyilván az ott egész Európa lángokban állt, tehát azért tanultuk, hogy mi hogy volt, de már nem annyira emlékszem el az egészre. Én annyit tudtam egyébként Észtországról, hogy a Szovjetunió része volt, tehát hogy gondoltam, hogy azért a történelme nagyon sokban hasonlít, ha nem is a miénkre, de mondjuk a miénkkel is biztos van párhuzam, de mondjuk azokkal a területekkel, amik a Szovjetunióba tartoztak annó. Szóval ilyen szempontból nem lepődtem meg ezeken a dolgokon, amik benne voltak, de nem. Tehát hogy például ezen a német vonalon azon meglepődtem, de nem most, hanem már korábban, amikor az ördöngös időket olvastuk a Kivirágnak a könyvét, de ezt a német dolgot, ezt nem annyira tudtam, hogy ott a, ugye a Kivirágnak is ez volt a könyvében, ami ugye nem tudjuk mikor játszik, de biztos, hogy nem a 20. században, hanem inkább korábban, hogy ezek a nemes emberek, azok inkább németek voltak, mert ott egy ilyen német fennhatóság volt a középkor folyamán, és akkor ennek így, vagy ez, ennek a hatása azért ott érződik a egészen a 20. századig, és akkor ez a kapcsolódások, ez úgy nem volt annyira újdonság, de mondjuk a Kivirágnál, tehát egy évvel ezelőtt még újdonság volt. Basszus, én össze se kapcsoltam. Valamiért nekem ez így nem esett le, hogy egyébként ő is ugye észtszerző. Illetve Oksanen Észtfinn, azt hiszem. Igen, egyébként annyira fura, mert ugye ő, azt hiszem az édes, nem is tudom, hogy melyik szülő, az egyik szülője finn, a másik észt, és ő Finnországban él, meg finnül írja a regényeit, de hogy ez a könyv az Észtországról szól. Igen. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a... Finnországot, igen. Igen, nagyon érdekes ez a két nemzetiség, vagy ez a fajta keverődés az ő munkásságában is, meg az életében is. Igen, és ráadásul ugye neki az észt ciklusa van, vagy hát én ciklusnak hívom, egyébként több helyen sorozatként láttam, amiben beletartozik ugye a tisztogatás, a Sztálin tehenei, meg a galambos könyve, aminek most nem jut eszembe a címe. De hogy szerintem nem függnek össze szorosan, mert itt kérdezte tőlem valaki, mikor a bejelentő videó kiment, hogy ez önmagában élvezhető-e. Hát most így a könyv után azt mondom, hogy igen, abszolút, teljes mértékben. És én el tudom képzelni, hogy ő tényleg inkább egy ciklusszerűen írta meg ezeket a könyveket, hogy hasonló korra és területre koncentrál bennük, nem pedig visszatérő szereplők vannak, mert itt kicsit, hát egy előzményt esetleg el tudnék neki képzelni, de egy folytatást már kevésbé. Szóval, hát mondjuk talán azt is, de önállóan teljes mértékben élvezhető volt, szóval aki esetleg azért van itt, hogy meggyőzzük, és esetleg attól félt volna, hogy mivel sorozatrésznek írják pár helyen, ezért ezt így nem jó olvasni, de igen, nagyon-nagyon jó volt olvasni, illetve igen, erről beszélgessünk már egy kicsit. Jó volt olvasni ezt a könyvet, Tamara? Jó könyv volt ez? Jó, abszolút jó könyv volt, csak igen, arról beszélgettünk, hogy lehet azt mondani, hogy élveztük ezt a könyvet, vagy nem tudom, tetszett a könyv, mert borzasztó dolgok vannak benne, és ugye az itt egy kérdés, hogy amikor borzasztó dolgokról olvasunk, akkor ez az olvasmány élményt, ezt nevezhetjük-e jónak. És hogy nem azt mondanám, hogy hú, de jó, jó kedvet csinált ez a könyv, de hogy egyáltalán nem bánom, hogy elolvastam, mert kevesebb lennék nélküle, az biztos. Szóval, hogy
nekem az olvasmány élményben, én nem csak azt keresem, hogy jól szórakozzak valamin, hanem hogy egy picit tanítson, vagy rálássak olyan világokra, amikre nem tudtam semmit se, és ilyen szempontból ez egy abszolút jó kis ablak volt a világra, ez a könyv. Igen, meg nekem erre most az jut eszembe, hogy szórakozhatok én úgy jól, hogy nem feltétlenül érzem magam jól közben. Nem tudom, hogy értem, hogy mire gondolok. Tehát, hogy nem mosolygok egy könyvolvasása közben, attól még lehet, hogy jól szórakozok, és ad hozzám az a könyv, és nem szeretném lerakni, mert élvezem az olvasását, de amilyen élményt ad, az nem vidám. Akkor még tud szórakoztató lenni egy könyv, csak egy egészen más szinten, nem pedig úgy, hogy mondjuk nyilván ez egy igaz történetnél, ami nagyon tragikus időket és emberi sorsokat dolgoz fel, ez egy teljesen más értelmet nyer szerintem. Abszolút. Jó. Szerintem elértünk úgy nagyjából ahhoz a részhez, amikor beszélgethetünk egy kicsit a szerzőről, és ezt én elaltam el nagyon ügyesen, szóval el fogom nektek mondani, hogy én mit találtam róla. Nagyjából egyébként azokat fogom elmondani, amit már a bejelentő videóban is elmondtam, mert sokkal több információt nem találtam róla, és jár nekem egy nagy fekete pont, mert végül nem néztem meg azt a dokumentumfilmet, amit ajánlottam, ami ugye finn nyelven zajlik maga a dokumentumfilm, de van hozzá angol felirat, és valahogy nem éreztem most hozzá a lelki erőt, de majd mindenképp szeretném megnézni, mert szerintem Oksanán egy nagyon izgalmas figura lehet. Az biztos. Az alapján is, ahogy ír, meg amilyen témákat választ magának. De akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza a szerzőre, mármint az élettével kapcsolatos tényekre. Ő 1977-ben született, ugye finn és észt szülő gyermekeként. Már az első könyvével berobbant, aminek a Sztálin tehenei a címe. Hát én itt kicsit felkaptam a fejem, hogy hát nem tudom, miről szólhat ez a könyv, de végül is a címe az abszolút érdekes, és hogyha jól láttam, akkor ennek az észt sorozatnak per ciklusnak ez az első darabja. A tisztogatás a színpadi műként kezdte meg a pályafutását, és amikor Oksanán rájött, hogy vannak olyan dolgok, ezt így az utolsóban említi, amit még mindig szeretne belesúvasztani, meg még mindig szeretne belesúvasztani, de hogy színpadon nem biztos, hogy ez működne, akkor úgy döntött, hogy akkor a dráma mellett készül belőle egy regény is, és nagyon-nagyon jó döntés volt ez, azt gondolom, és valószínűleg ő is így gondolja, mert ez volt az a műve, amivel úgy igazán berobbant még jobban a köztudatba, és nagyon sok elismerést is kapott érte. Több mint 30 nyelvre lefordították, illetve elnyerte vele a Finlandia díjat is 2008-ban, ami az egyik legrangosabb finn irodalmi díj, ami azért szerintem elárul egy csmást arról, hogy ez mennyire jó könyv, illetve az Északi Tanács irodalmi díját is megkapta érte. Ezzel kb. Az egyik legismertebb északi íróvá vált, és ez nekem egy olyan dolog volt, hogy akkor nagy-nagy kupánverés, mert hogy én őt nem nagyon ismertem, tehát hogy Tamura, te mondtad, hogy te már egészen régóta ismered a nevét, én akkor találkoztam kb. Vele először, amikor így megakadt a szemem ezen a könyvben, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Egyébként én nagyon javaslom annak, aki beszél angolul, hogy nézegesse meg egészen nyugodtan a weboldalát, mert szerintem nagyon jól össze van rakva, tök sok információt lehet róla találni a könyveiről is, meg tényleg ez a dokumentumfilmhez is van ott link, illetve mit akartam még elmondani. Egyébként egészen sokoldalú íróról van szó, mert operákat is ír, színházi darabokat is ír, és három film is köthető most már a nevéhez, ami a könyveiből készült. Nem írtam lesz természetesen magyarul, hogy mik ezek a filmek. Én nagyon látom, a Tisztogatás az egyik, a Baby Jane a másik, és ez a Galambos, amikor a galambok eltűnnek, talán az a címe magyarul, az pedig a harmadik. És én így nagyjából ennyit gyűjtöttem róla össze, hát nagyon bízunk abban, hogy még egy relatíve fiatal íróról van azért szó, és hogy még nagyon sokáig és sokféle könyvet fog nekünk alkotni, mert valószínűleg vevők leszünk rá. Én bevallom, hogy én már nézegettem a Szkolárnak az oldalát, hogy mit rendeljek tőle legközelebb, és valószínűleg azokat fogom, amiknek ugye hasonló kiadásban jelentek, mert azok olyan szépen mutatnának itt a polcon. De akkor, ha már itt mutogattuk a könyvet, akkor Tamara, légy szíves, egy picit a történetét foglald nekünk össze, hogy kedvet csináljunk hozzá. Jó, én most nem nagyon tudom, hogy hol van a spoiler határ, de úgy döntöttem, hogy az első részt nagyjából el fogom mondani, mert inkább az, ami a múltban volt, az lehet így spoileres, tehát az első rész az annyira még nem az.
Tehát alapvetően egyébként két idősíkon játszódik ez a történet, van egy a rendszerváltás környékén, 91-92, és van egy a múltban, ami tulajdonképpen a második világháború és mondjuk ilyen 51-52 közötti időszakot festi le, és a jelen szállal indulunk, itt megismerünk egy idős észt parasztasszonyt, Alida Truth, és ő egyedül él egy ilyen kietlen faluban, vagy hát ez az ő része ott ilyen kietlen, közel van az erdőhöz, ez a kis házikó, ahol teljesen egyedül él. Ő már tényleg nagyon idős, ez nem derül ki hány éves, de hát nem szóval nagyon közel van, mert 70-en biztos túl van, meg most mondtam valami, de már egy ilyen nagymama korú nőről van szó. És egyszer csak úgy indul a regény, hogy kinéz az ablakon, a konyha ablakon, és meglátott egy a fűben, vagy az udvarán egy ilyen fekvő alakot, aki nem mozdul, és kimegy hozzá, látja, hogy hát ez, látja, hogy egy fiatal lány, és látja, hogy nagyon nagy bajban lehetett, mert nincsen rajta cipő, szakadta, össze van verve, szóval borzasztó körül, vagy hát nagyon rosszul néz ki, és bár nem annyira van bizalommal felé, mert azt gondolja, hogy lehet, hogy most ki akarják őt rabolni, és ez egy ilyen csali, hogy akkor majd behívja ezt a lányt a házába, és akkor megnézi, hogy mit lehet ellopni, aztán majd kirabolják. Szóval egy kicsit ilyen gyanakó ez a nő, de azért végül behívja ezt a lányt a házába, és akkor elindul kettejük között egy beszélgetés, és ami az első részben kiderül, az inkább a lányra vonatkozik, tehát azt fogjuk megtudni, hogy őt Zarának hívják, Oroszországban született, Vlagyivosztokban, tehát azért a lehető legkeletibb részén Oroszországnak, és azt is megtudjuk, hogy ő hogyan élt ott Vlagyivosztokban, a nagymamájával és az anyukájával lakott, de aztán egy ilyen gyerekkori barátnője, aki már korábban kiment Berlinbe, vagy Németországba, és hazajött, és minden csilli-villi ruha volt rajta, és próbálta elmondani, hogy mennyire kolbászban van a kerítés nyugaton, és jöjjön oda dolgozni. Szóval a lényeg, hogy elviszi, tehát elmegy, és prostituáltat csinálnak belőle, és ő tulajdonképpen megszökik a fogvatartói elől, és elmegy, tehát elszalad, és aztán az első fejezet legvégén, én ezt még szerintem így hozzáteszem, már lehet, ez egy picit ilyen enyhén spoileres, de kiderül, hogy az öregasszony, tehát az Alida és a Zara között van rokoni kapcsolat, tehát nem véletlenül ment ő oda ahhoz a házhoz, ahova odaért, de az, hogy most milyen rokoni kapcsolat van közöttük, meg hogy történt ez az egész, azt már szerintem a spoileres részben fogjuk elbeszélni, de ez a jelen szám, vagy ezzel indítunk, és akkor utána rögtön megismerjük, hogy mi történt Alidével, a második világháború után, illetve az 50-es évek legelején, és akkor egy nagyon-nagyon borzasztó történetet fogunk kapni a végére, ami egy családnak a története, a családnak a drámája, de ebben így benne van az egész Észtországnak a második világháborús vagy környéki élete, meg egyébként, mivel azért a rendszerváltás után vagyunk, nagyon sokban azt tűnik, vagy úgy tűnik, mintha nem ment volna előre az időkereke, hanem ugyanazokat a köröket rójuk folyton és folyton. Köszönöm szépen. Hát remélem, hogy akik még esetleg nem olvasták, kedvet kaptak hozzá, mert tényleg egy nagyon sokkoló, de ugyanakkor tényleg egy fantasztikusan jó könyv volt szerintem. Viszont van egy pár olyan dolog benne, amit az arra érzékenyek nem biztos, hogy tolerálnának, vagy elbírnának, ezért szerintem ezekre jó lenne, ha felhívnánk a figyelmet. Nem tudom, hogy csináljuk, hogy egyet-egyet mondunk, vagy ami szerinted erősebb volt benne, azt mindenképpen emeljük ki. Uh-huh. Ja, most mondjak én egyet? Hát ez a szexuális... Igen. Tehát az a történet, ami ebben benne van, ez előteljesen egy női történet, tehát a nők szemszögéből a háború és az elnyomásnak a borzalmai, és hát a szexuális erőszaknak a mindenféle formája és fajtája az benne van, tehát aki erre érzékeny, az a kezében ne vegye, mert nagy részt erről szól ez az egész. Igen, és egyébként az a durva, hogy annak ellenére, hogy tehát én ugyanis, hogy azért nagyon durván, naturálisan, vagy ilyen filmszerűen nem voltak benne leírva, de annyira eléggé, hogy azért úgy sokkot tudjon okozni, tehát hogy tényleg aki ezeket nem igazán bírja, szerintem inkább engedje el. Hát igazából, ahol nem voltak leírva, ez szerintem tök érdekes, a múltban, tehát a 40-es évek végén, 50-es évek elején, hogy ott mi történik, az nem volt leírva, ott ez máshogy volt leírva, mert erről nyilván beszélünk, viszont ahogy mi történik a Zarával a 90-es években, az viszont ilyen pornográf szinten le volt írva, és hogy hát nyilván ugyanezt történt, nem tudom, a nagyszülőkkel is, vagy tehát az a
nem tudom, 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, szóval, hogy szerintem azért ezek így le vannak írva, meg ami még nekem így nagyon ilyen szíven ütött, az mondjuk szerencsére nem volt részletezve, de annyi információ, amennyi volt róla, az bőven elég volt, hogy az ember rosszul legyen tőle teljesen, az a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak, ami még nagyon-nagyon durván ott van. Igen, azt hiszem, most már így értitek, hogy miért mondtuk, hogy ez egy remek könyv, de nem egy vidám, és nem egy könnyen, tehát nem egy olyan könyv, amire könnyű rámondani azt, hogy jó volt olvasni. Mert helyenként nagyon-nagyon nem. És még ezen felül én azért azt is hozzátenném, hogy az általános kínzás mint olyan is elég sokat szerepel benne, szóval, hogyha ezt nem bírjátok, akkor talán váltsatok egy másik könyvre, mert akkor nem biztos, hogy ez lesz át a könyvetek. És most azon gondolkozok, hogy van-e még olyan, mert szerintem ezek voltak a leghangsúlyosabbak benne talán, tehát ez a kettő. Mondjuk a Dostig elég is volt. Tehát. Persze. Most róla nem kellett még már ide több, mert ez pont elég volt. És már itt ugye elég sokszor elmondtuk, hogy azért ez egy elég királykönyv volt, de hogyha egy rövid értékelést mondhatnál róla, vagy mondanál róla, amiben nincs spoiler, akkor mit mondanál? Húha, hát azt mondom, tehát, hogy élmény volt ezt elolvasni, de szenvedtem alatt. Nem tudom, hogy Zsófi mondta egyszer, hogy szarul leszel tőle, de jó lesz, vagy valami ilyesmi, hogy lehoz az életről, de jó lesz. Van egy ilyen Harry Potteres idézet is, ja. Hogy szenvedni fogsz, de boldog leszel tőle. Igen, valami ilyesmi. Na, hát ez pont ez a kategória, hogy tényleg szenved tőle az ember, de igazából nem leszel boldog, csak lehet, hogy kicsit máshogy nézel a történelemre, meg a napjainkra, mert igazából pont erről van szó, hogy nincs új a nap alatt, tehát ezek a dolgok, amik itt vannak, ezek évszázadoktól, helyszínektől függetlenül mindig megtörténnek, és ezek mindig újra termelődnek, mert itt arról van szó, hogy vannak agresszorok, és vannak áldozatok, és akkor az, hogy most éppen ki milyen színű, az helyszín évtizedek kérdése, és lehet, hogy ezek így évek alatt, vagy szempillantás alatt megváltozik, hogy ki az agresszor, aztán ki az áldozat, és utána egy év múlva fordul az egész, hát erről szól az egész 20. századi történelem tulajdonképpen. Szóval, hogy ez a része, hogy erről beszélünk, ez nagyon jó, mert ezek elhallgatott történetek voltak, akár Észtországban is, meg akár nálunk is egy csomó ilyen történet lehetett, amiről szól az Oxán ennek a könyve, és nagyon sokáig erről nem lehetett beszélni, pláne a nőknek nem lehetett erről beszélni, és hogy ugye ezek olyan traumák, amik nem lettek feldolgozva, hanem el lett nyomva, nem lett kibeszélve, benne volt egy görcs az embernek a gyomrába, és így nőtt fel 2-3 generáció, és ezek nyilván adódtak tovább, és nincs megoldás. Szóval egyfajta ilyen múltbeli traumafeldolgozásnak is remek ez a könyv. Szóval ezért is tudnám ajánlani, meg remek a stílusa. Tehát tényleg, ahogy az Oxanen tud írni arról, hogy igazából ami nekem nagyon tetszett, az ahogy az ilyen testi érzeteket leírja, meg ezt a szégyent, ahogy leírja. Tehát ez olyan erővel írta, én ezt pont írtam is neked, hogy ez nekem így fizikailag fáj, mert olyan képekben beszél, hogy így átérzed ezt az egészet. És ez nagyon brutális, és ez nagyon nagy teljesítmény is Oxanentől. Igen, és egyébként nekem azt tetszett nagyon-nagyon, mert nyilvánvalóan én is szerettem ezt a könyvet, hogy nem cizellálja túl, tehát hogy nem azért lesz egy nagyon erősen láttató szöveg, mert hogy ő olyan, nem tudom, nyakatekert képeket használ, hanem mert csak úgy odaszúr egy-egy olyan dolgot, amivel fájdalmat tud okozni, mondjuk így, hogy fájdalmat tud vele okozni, és hogy nagyon erősen ír, szerintem. És én szeretem azokat, akik egyszerűen és erősen tudnak írni, mert ennek is megvan a maga szépsége, és ezt szerintem kiválóan csinálja, hogy nem használ túl sokat, tehát hogy nincs túl tolva benne semmi, hanem ő azért úgy érzi, hogy miből mennyit kellett odarakni. Voltak helyek, ahol egy kicsit kevesebbet is elviseltem volna, de ennek is meg volt a célja, hogy miért voltak. Uh-huh. Mondjuk az erőszakos részek egy kicsit, ugye. Egyébként érdekes most nekem valamiért, ez nem is emlékeztem rá, amit mondtál, hogy de hát azért a jelen, vagy hát idézőben a jelenbeli szálban ott azért elég plastikusan le voltak ezek írva. Én csak a múltra koncentráltam, és egyébként uh-huh. valóban, mert a jelen szálban azért tehát, hogy ott mindent látunk. Mindent látunk. Igen. És sokkal vulgárisabban is fogalmaz, tehát hogy az egy, minthogyha erőszakosabb lenne, mint a múlt, és valószínűleg ugye ez pontosan azért rakta így bele, mert hogy ott az elhallgatás volt, és csak a, jaj, ugyan már nem csináltak azok olyanokat, egyébként csak a nem tudom kicsoda kitalálta,
És hogy én ez itt magában az elhallgatással tudom, hogy mindenki félre nézett, amikor már azok a részek jöttek, ahol ami kellemetlen lett volna nekik. Igen, meg nekem már még azt tetszett nagyon, hogy szerintem a stílusban azért ez a két szál, ez a két időség elkülönül. Tehát ahogy a mind a kettő egyébként így jellemző ez az ilyen skandináv minimalizmus, de hogy azért nem, tényleg nem ilyen egy tőmondatok vannak, hanem azért annál egy kicsit több mindent ír bele, de hogy ez a jelen szál, az hogy is mondjam, így stílusában azért nem egy ilyen extra nagy trüváj. Ahol ő nagyon-nagyon jó képeket, vagy jól, tehát hogy is mondjam, esztétikailag szép mondatokat ír, ez a múlt. Mert ott valami, tehát ott tényleg olyan mondatok vannak, hogy így eszméletlen, hogy milyen hatást tud kelteni. Tehát nem is az, hogy gyönyörűen van megfogalmazva, bár vannak benne ilyenek is, hanem egyszerűen az, hogy az egy mondat, az annyira tűpontosan átad egy érzetet, meg egy, hogy belebizserek szó szerint, meg megfájdul tőle mindened, attól az egy mondattól, ahogy ő azt leírja. Nyilván egyébként ezt a fordítást is kell dicsérnünk, mert nem eredetiben olvastuk. Tehát a filmből eredetileg Pap Éva fordította, tehát az ő fordításában ismertük meg ezt a történetet. Szóval ahhoz, hogy ezt a stílust így visszakapjuk, nyilván ott van a műfordító is, de valami hihetetlen, hogy miket csinálok szemben abban a múltbéli szába. Erre tudsz egyébként példát mondani, vagy térjünk vissza a spoileres részben erre? Hát most konkrét idézetet nem tudok annyira mondani, de hát most így, most jó, egy nagyon pici spoiler lett benne, de a kihallgatás közben, most nyilván, ha ezt valaki nem olvast, akkor nem jön egy spoiler. Amikor arról beszél, hogy ő hogyan száll ki a testéből, és hogy hogyan képzeli el magát, hogy nem tudom, mi a földnek a része, hogy egy vakond, vagy egy nem tudom én micsoda, és szóval ez egy olyan fajta leírás ennek az egész dolognak, ami ott történik vele, hogy ez tényleg az ilyen szívbe markoló, szívet tépő átérzed, és hogy ez így, hát nem tudom azt mondani, hogy így működik, vagy nem így működik, de hogy azért nyilván, akivel ez történik, az nagyon sokszor mondják, vagy lehet olvasni ilyen beszámolókban, hogy egyszerűen kiszállt a testéből, és nem akar ott lenni, mert különben ezt nem lehet így elviselni épésszel, hogy ez egy ilyenfajta mechanizmus az agynak, hogy akkor így kilépsz magadból, és leállítod a gépet, és nem tudom, ne legyél ott. Szóval ez nagyon-nagyon durván jól írta le szerintem. Igen. Ezt a részét a dolognak. Igen, és sokat elárul, hogy rögtön tudom, melyik jelenetről beszélsz, tehát hogy nem kell jobban körbeírnod, mert pontosan tudom, hogy melyik részen volt ez. Szerintem relatív hamar meg is találnám benne, mert azért elég jól bevésődtek ezek a dolgok. De szerintem, hogy ne kerülgessük itt a keményebb témákat, átmehetnénk a spoileres beszélőbe, és mindenkinek, aki csak a spoilermentes beszélgetésért volt itt, nagyon szépen köszönjük, hogy eddig velünk tartott, és bízunk abban, hogy a könyvelolvasása után visszatér majd megnézni a videó hátralévő részét is. A többieknek viszont akkor menjünk tovább, pillanat, és ki is teszem a spoilerjelet. Jajra szépen sárgán világítezik nekünk. Egyébként természetesen bárki bármilyen hozzászólás nyugodtan írjon nekünk, és akkor megbeszéljük, ha kérdésetek van, vagy ha nektek volt valami, ami így nagyon erőteljesen megragadt a könyvből, akkor azt is osztátok meg velünk, mert én például nagyon kíváncsi vagyok, hogy volt-e másnak is ilyen beragadós élménye, mint mondjuk Tamarának ezzel a kínzós jelenettel. Egy kicsit... Én most itt első körben a történelmi kort írtam fel, de összességében most én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a felépítése a könyvnek hogy tetszett. Mert ugye beszéltünk már itt arról, hogy több idősíkon játszódik ez, mint egy felépítési elem, vagy egy narratív döntés, hogy nem egy idősíkon mozgunk. De hogy ezek a ugye relatíve rövid fejezeteink vannak azért. És neked ez hogy tetszett? Vagy ezek a napló beszúrások, amikkel még találkoztunk benne? Hát a napló részét, vagy ezt a Hans Peck észtparaszt leveleit, azt nagyon sokáig nem tudtam hova tenni, és igazából szerintem a második résznek a közepén esett le, hogy ja, hogy ez a Hans. Tehát, amíg nem volt ott a vezetékneve, addig én nem is tudtam, hogy ez kicsoda. Én azt hittem, hogy ez valamilyen korabeli, nem tudom én, akármi, tehát valami propaganda anyag, vagy bármi, amilyen eredeti dokumentum, amit beszúrt, vagy betett Oxenen, mert több ilyennel találkoztam már ilyen hasonló típusú könyvekben, hogy van egy fikciós történet, de azért ilyen korabeli dokumentumok ott vannak, amik így alátámasztják ennek az egésznek a hátterét. Szóval, hogy a Hans Peck napló bejegyzéseit én kb. A felénél raktam össze, hogy
hogy mi van, és addig igazából nem is nagyon tudtam így kontextusba helyezni, hogy ő miről ír, hanem hogy jó, így oké, valamit írt, amit így el is felejtettem, és akkor ment a történet, és utána olvastam vissza, hogy ja, hogy úristen, ő közben meg erről ír, meg arról ír, tehát ez egy kicsit később jött, vagy később raktam össze, de maga nekem az a része, hogy fel van egy kicsit darabolva a történet, és egyszerre múltban vagyunk, egyszerre jelenben, vagy egyszerre közelmúltban, az annyira nem zavart, mert ebből én szeretem, hogyha ilyen kicsit ilyen darabkásabb az elbeszélés, és kicsit így meg van dolgoztatva az embernek az agya, hogy akkor összerakja ezeket a kis képkockákat, és mit kap belőle. Szóval nekem alapvetően ez tetszett, meg egyébként még az is nagyon tetszett, hogy minden fejezethez volt egy ilyen kis egysoros valami, amiben így kvázi összefoglalja annak a jelenetnek a, nem tudom, csattanóját, vagy a lényegét, vagy amit ő fontosnak tart. Úgyhogy ez a kis felütés, ez nagyon tetszett benne. Hát én az elején azt hittem, hogy amit te is mondtál, hogy ezek ilyen dokumentarista beszúrások lesznek, ezek a hánszos, hát nem propaganda szövegek, hanem tényleg ilyen dokumentum részleteknek gondoltam. Csak úgy vártam volna, hogy még jobban ott lesz. Ugye a dátum csak annyi volt, hogy 49 május is, hogy nem volt ott mondjuk egy jegyzőkönyvszám, vagy ilyesmi, és nem tudom, mi lesz ez. És teljesen véletlenül, én nem szoktam egyébként ilyet csinálni, így belelapoztam a könyv végébe, és látom, hogy baromi sok ilyen lesz benne. Mondom, hogyha a könyv vége csak erről fog szólni, hogy ilyen jegyzőkönyveket fogunk olvasgatni, akkor az nem lesz túl izgalmas. De amúgy, fú, de kellett de. A végére. az nagyon-nagyon kellett a végére, mert ha nem lett volna elég kemény a könyv, akkor még a végén arcul törölt, mind a, nem tudom, 360 oldalával. És én egyébként nagyon szeretem, amikor rövid fejezeteink vannak, tudom, hogy hol járunk az időben, pontosan tudom, hogy hol járunk időben és térben. Nekem ez, ha nem is mindig nagyon fontos, de ha egy valós történeten alapuló könyvről beszélünk, akkor azért nem árt, hogyha tudom, hogy merre járunk. Mert most pont ugye a 100 év magány kapcsán ez egyáltalán nem volt fontos, hogy pontosan hol vagyunk, de itt nekem azért ez kellett. És én nagyon szeretem ezeket a párhuzamosan több időben járunk dolgokat, mert annyira izgalmas, amikor visszafejtjük, hogy itt, mint jelen esetben, mindig elfelejtem a neveket, Alide, hogy ő hogy lett olyan elszigetelt, és hát gyakorlatilag remetekként élő asszony, akinek az ajtaját folyamatosan dobálják, meg rá írják, hogy ruszki, nem is tudom már, hogy ezt milyen nyelven írták fel, neki mindegy lényegtelen, de hogy ugye erről én nem nagyon tudtunk semmit, hogy ő miért lett ennyire magának való, aki csak várja a lányát, de amúgy fél attól, hogy mi van, hogy megtámadják, és ahogy ebbe elkezdtünk belemenni, nekem lehet, hogy még a múltbéli szál izgalmasabb volt, mint a jelenbeli. Igen, egyébként nekem is, mert ott azért több, vagy hát ott több volt azért a titok, szerintem, pláne, hogyha a végét nézzük az egész sztorinak, meg igen, a jelenbéli szállal szerintem eléggé fölvázolja az alapszituációt, tehát, hogy oké, itt van ez a lány, akit üldöz a két maffia mutatója, meg itt van ez az Alide, és akkor már az elején tudjuk, hogy köztük valami kapcsolat van, nyilván aztán elég hamar kiderül, hogy akkor mi a kapcsolat közöttük, és akkor igazából már csak azért drukkolunk, hogy akkor velük mi lesz, hogy akkor megmenekül az arra, vagy nem menekül meg az arra. Az a múltbéli szállban azért viszont sokkal több olyan dolog van, ami nyitott kérdés. Hát igen, meg ugye felfejteni azt, hogy miért van az, amikor azt mondja Alide, hogy neki nincs testvére, tehát neki igen. Nincs nővére. Igen. Vagy amikor a Linda azt mondja, még ugye az Zarának az anyja, hogy neki nincs nagynénje. Igen. Ilyen, igen, tehát hogy ez a nincs családom, meg megszakítok minden kapcsolatot, hogy ez miért van, igen, az nagyon-nagyon izgalmas volt. Közben azt írja nekünk Judit, hogy nekem a fejezet címek időnként megmosolyogtattak, én a leveletnél vadul lapoztam előre, a nevek miatt eléggé hamar beugrott kiírja, bár azt, hogy miért íródtak, azért sokára derült ki. Igen, azért, mikor bejött a háznak a neve, akkor én úgy nagyjából kapcsoltam, hogy itt valószínűleg lesz köze ennek a háznak, ahhoz a házhoz. De az, hogy valójában tényleg miért íródnak ezek is, hol és milyen körülmények között, amikor az kiderült, az nagyon durva volt. Igen. Szerintem. Igen. És szerinted lehetett volna ugyanilyen jó a könyv, hogyha nincs benne az ő része? Mármint a levelei? Mennyit adott ez? Hát szerintem sokat adott hozzá, mert az egész...
az egész vége csavar, vagy hát most már spoilerezve vagyunk, igazából most már mondhatjuk, tehát hogy az, hogy kiderül, hogy, hogy Elide végül is egy besugó, vagy, vagy hogy ő a légy a falon, azért ahhoz kellett a háznak a szála, meg igazából ami nekem még ilyen nagyon nagy leleplezés volt a végén, az, hogy ugye a ház is megőrült ebbe az egészbe, meg azt mondtam neked, hogy szerintem az Elide is, tehát hogy az, ami végül vele lesz, meg ahogy éli az életét, meg ahogy ragaszkodik ez a férfihoz, az nem egy tiszta pillanat, vagy szóval nem tiszta elmével történik ez az egész. És szerintem egyébként a testvére is, tehát az Ingel is tönkrement ebben, meg pláne, hogy ő ott ki is telepítik, és elküldik a Szibériába, meg nem tudom én hova. Szóval, hogy ezt így nem lehet épésszel kibírni, és ez a három szereplő, aki ebben a vastagon benne volt, ez nem is bírta ki ezt épésszel. Igen, tehát amikor ott kiderült, hogy Hans már látja Ingelt, ugye a feleségét, és azt szerintem egy kicsit ott nem csak nála gurult el szegénynél, hanem Alidénél is, hogy hát miért mond ez ilyeneket, hát nincs itt, meg szerintem akkor kezdte el így nagyon masszívan tagadni, hogy neki egyébként nincsen testvére. És én azon gondolkoztam, hogy nekem az nem fordult meg a fejemben, hogy megőrült, hanem sokkal inkább, hogy olyan szinten összetört, vagy hogy így rá fókuszált arra, hogy egy valaki, jelen esetben Hans tartja őt az épeszénél, hogy már abba bolondult bele egy kicsit talán, vagy hát, hogy ilyen túlzottan ráfixáló lett, most erre nem találom a megfelelő szavakat, mert hogy ugye, amikor őt is bevitték kihallgatásra, hát ezek nem arról voltak híresek, hogy ezt így finoman, udvariasan egy kávé mellett elcsöveréztek, hogy amúgy ismertek-e egy Hanst, hanem azért itt nagyon durva dolgok történtek vele, ugye zsákot húztak a fejére, levizelték gyakorlatilag, megerőszakolták, és a jó ég tudja még, hogy miket csináltak vele, mert itt azért relatíve szerencsére megkímélt minket szerintem a durvább részektől, tehát hogy csak így csepegtetve volt benne, vagy csak én zártam ki a fejemből, nem tudom, hogy ott szerintem már ott, amikor ő kiszállt a testéből, és próbálta úgy kezelni, mintha nem vele történne, mint ez a borzasztó dolog, ott valami eltört valószínűleg, de nem gondolnám, hogy az lenne a normális, hogy egy ilyen emberben nem törne el valami, vagy hát egy bármilyen emberben nem törne el valami, egy ilyen borzasztó. Hát ez biztos, meg egyébként szerintem ott az ő, hát én egyébként szerint, tehát én úgy értelmeztem, hogy ő megőrül, de nyilván nem akkor, hanem már így korábban, hanem hogy ugye itt van egy nagyon fontos része az elején, hogy azért ez a két testvér között, tehát Alide és Ingel között, ők két lánytestvér, ott van egyfajta ilyen vetélkedés, vagy ilyen testvérféltékenység, és ugye ennek a tárgya a Hans. Tehát, hogy először az Alide látta meg ezt a fiút, nagyon beleszeretett, ugye akkor még serdülő volt, és végül is az Ingelnek a férje lesz, és ő végig ebbe a fiúba meg férfibe szerelmes. És hogy szerintem ez még az elején, bár akkor is azért ez az őrült ilyen ráfixálódás a Hansra, az már beteges, de amikor, tehát, hogy ő tulajdonképpen ezt az egész, mind a kínvallatásokat, mind ami történt, azt azért, tehát ő végighallgatott, meg Ingel is hallgatott, tehát sose árulták el, hogy a ház ott van, ott rejtőzik a házban, és hogy mindenféle kínzást kiálltak, és hogy ő ezt a fajta áldozatot azért hozta, mert ő teljesen szerelmes volt házba, és amikor összeomlik az a képe, hogy ő még valaha boldog lehet ezzel a férfival, mert ugye szereznek ki egy útlevelet, hogy akkor szökjön át Finnországba, vagy nem tudom hova, aztán Finnországba, és hogy ők majd egyszer kézen fogva, nem tudom én, hogy sétálnak a parkban, tehát neki ez volt az a kép, amiért mindent megcsinált, és mindent elviselt, és amikor ez összetörik, szerintem akkor vált át a teljes, tehát akkor boldog el teljesen az elméje, és akkor valahogy ez a az, mindaz, ami utána jön, az már a teljes téboly. Igen, és egyébként talán itt ez a nagyon egészségtelen testvéri kapcsolat is az, ami elindított itt mindenféle tragikus eseményt, mert ez a beleszeretek házba, az úgy nézett ki, hogy sétálgattak a temetőben, vagy valami, igen, és igen, meglátta. Tehát igen. Gyakorlatilag ez volt a beleszeret, mert hogy utána inkább tűnt úgy, mivel a Hans ugye Ingelt vette észre, és ő tetszett meg neki, hogy itt megint az volt, hogy de miért Ingel?
aki jobban fűz, meg nem tudom, jobban kézimunkázik, meg mindent sokkal jobban csinál, és hogy még a férfi is az övé, és hogy ez a nem ár kategória. Igen, 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 ez nagyon benne volt, csak ez nem volt annyira kidomborítva, de azért tehát így jelzés szinten lehetett érezni, hogy itt egy nagyon durva testvérféltékenység van az egész mögött, ami így ebben csúcsosodott ki a Hans személyében. Lehet jobban jártak volna, hogyha nem látják meg Hanst. Lehet, de az is lehet, hogy van egy másik Hans. Szerintem tök mindegy, most, hogy Hans volt ott, akkor jött volna egy másik, és ez akkor is így eszkalálódott volna szerintem, tehát ez így benne volt a levegőben, mert az, hogy tulajdonképpen én egyébként a legvégig, tehát amikor nem jöttek elő ezek a jelentések, én még valahol így próbáltam mentegetni ezt az Alidét, hogy amiért a Mártint választotta meg, amiért ezt az életet választotta, hogy jól rengeteg minden szenvedést, kiszenvedést elviselt, eltűrt, és hogy rejtegesse ezt a férfit, hogy megmentse a családi birtokot, stb. És én végig úgy voltam vele, ugye, amit tudtunk a regénylapjaim addig, hogy oké, volt ez a kitelepítési határozat, amiben az árulás az ő részéről egészen a végig az volt, hogy ő nem volt rajta a dokumentumokon, és hogy nem szólhatott a testvérének, meg az unokahúgának, hogy szökjenek el, mert akkor rájön a Martin, hogy besúgó, vagy hogy elmondta ezt a nagy titkot. De hogy igazából úgy volt, tehát hogy ő tulajdonképpen most nem tehetett róla, nem ő adta fel őket, és a végén kiderül, hogy de. Tehát hogy az ő keze bőven is benne van abban, hogy a testvérét patarolják onnan kifele, és akkor gondoltam azt, hogy ez a nő ez őrült. Tehát hogy ő ebben megőrült, ebbe a dologba. És hogy az, hogy ő erre rálépett erre az útra, hogy így módon elárulja a testvérét, mert hogy oké, hogy testvérféltékenység, meg stb., de azért nem vitetem ki Szibériába a testvére. Határ. Igen, szóval, hogy persze, tehát sok mindent így el lehet viselni, de azért ez már nem az épész, ez a kategória, és most nem néztem vissza, hogy ez pontosan mikor történt hányban, de így valahogy azt akkor próbáltam ezt összetenni, hogy szóval, hogy ez elindult ez a fajta megőrülés a kínvallatásokkal, és akkor ez folyamatosan épült, és akkor volt ennek egy ilyen végpontja, amikor teljesen elpattant minden. De valószínűleg egyébként ez korábban lehetett, jóval korábban lehetett, mint amikor a Hans kitalált, hogy akkor ő nem megy Finnországba, nem bemegy az erdőbe, mert akkor ő már ott évek óta, vagy nem tudom mennyi idő óta egyedül volt a Lidével, és ott élt a Martin abban a lakásban, vagy abban a házban, ami szintén ilyen elképzelhetetlen borzadalom, hogy ott él a férjed, aki a legnagyobb kommunista, és egyébként ugyanúgy besugó, vagy ilyen beépített ügynök, mint te vagy, és közben meg bújtatod azt a férfit, aki miatt így robbant a családi béke, és kitelepítetted a nővéredet. Szóval ez egy olyan fajta terhelt családi, nem tudom mi, háromszög, akármicsoda, ami borzasztó, borzasztó sztori. Uh-huh. Igen, és ugye ráadásul Martin tudta, hogy Alida besúgó, de Alida nem tudta, hogy Martin besúgó. Igen, igen. Hogy azért itt, mert ugye a végén azt mondta, hogy pontosan amiatt, hogy köztük van egy családi kapocs, ezért ő nem ő akarja beszervezni, hanem szervezze be valaki más, és ugye mindenki igen. Ilyen áll neveken futott, és hát Alida volt a légy. Igen, meg egyébként az is durva volt, hogy az Alida végén megtudja szerintem, hogy nem az, hogy besugó volt, de hogy ugye az eleje valamikor úgy kezdődik, amikor a zárás rész van, hogy ő megtalál a fiókban valami zacskót, amiben ott van a meltű, ami a testvéré volt, és ugye a kislányom volt rajta, amikor volt ez az ominózus kihallgatás, és ugye akkor mondja azt, hogy vagy volt egy ilyen része benne, amikor még nem tudtunk semmit erről a kihallgatás rész, hogy ez hogy zajlott, csak ott volt benne, hogy nem létezik, hogy hogy a Martin ott volt. Már pedig akkor különben nem lenne le ez a meltű. Szóval, hogy ha nem is azt, hogy besugó, de hogy benne voltak ez a dolgokban, azt szerintem öreg fejére megtudta. Igen. Úristen, erre nem is emlékeztem, hogy ezt akkor megtalálta. Csak arra emlékeztem, hogy megtalálta, csak hogy nem annyira hamar. De igen, tényleg. És egyébként az a durva, hogy én is mentegettem Alidét nagyon sokáig. Tehát, hogy pontosan így, hogy itt a legvégig azt mondtam, hogy jó, de hát szerencsétlen, olyan traumákon ment keresztül. Meg az egész ország egy olyan traumán, meg az egész világ olyan traumákon ment keresztül, hogy nem csoda, hogyha nem a idézőjelben mai normák szerint működik a gondolkodásmódja. Na de hát azért, amikor azt mondta, hogy hát ha a nővére néz zászlókat fejteget, meg nem tudom, nagyon nyugodt barát, meg ilyenek, akkor ennek a nőnek elmentek otthonról valószínűleg, és hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy őt lehetek kárhoztatni ezekért a tettekért, mert hogy
nyilván nem jó kedvében őrült meg, hanem pontosan ezek miatt, a hatások miatt is, de hogy már előtte is voltak dolgai. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de valószínűleg nem nekünk kell eldönteni, hogy, hogy most mennyire felmenthető vagy nem felmenthető azok alól, amiket tett. De hát amikor ez itt a végén kiderült, én teljesen padlón voltam, hogy rúgj belém még egyet, Oxanen, köszi. Én jöttem máshoz, érted, de nem baj. De egyébként meg kellett, tehát hogy ez volt az igazán durva csattanó a végén, szerintem. Igen, abszolút. Közben jött még egy pár kommentünk Judittól, hogy nekem a fejezet címek, ja igen, ezt mondtam, ugye? Igen. Az nem volt igazán világos, hogy a testvérek olyan mit tudtak egymásról, vagyis Alidéről mit tudhatott a nővére. Hát szerintem nem sokat tudott róla, nem? Igen, mondjuk ez nekem is ilyen homályban volt, meg én azt nem értettem idő után, hogy ugye volt benne egy olyan rész, hogy nem tudom én, Sztálin halála után, vagy nem tudom mikor, amnestiát hirdettek, és akkor jöttek haza a kitelepítettek. Sokan jöttek haza, de hogy ők valamiért nem jöttek haza. És hogy pedig várta őket a ház is, és nekem ez egy ilyen kérdés volt, hogy ők vajon miért nem jönnek haza. De ott volt egy olyan rész, ami szerintem ezt megmagyarázta, igen? Hogy Alide elkezdett pánikolni, hogy ingerék hazajönnek, és hogy azt elmondta Martinnak, hogy mi van, hogyha hazajönnek. És hogy én úgy tudom, hogy ott úgy emlékszem, hogy ő megkérte, hogy valamit csináljon, hogy ne jöhessenek, igen, haza. Erre és hogy azért nem hazamentek, hanem ugye Oroszország, vagy akartilag maradtak azon. Aha, most már nekem így kiesett, csak nekem ez tényleg ez volt, hogy miért nem jönnek vajon haza, amikor már egy többiek így kezdtek hazafelé szivárogni. Igen, erre emlékszem, hogy volt egy ilyen rész, csak nem tudom pontosan, hogy hol, de hogy ugye neki az volt ennek, hogy ők ne legyenek a közelébe, soha többé, mert egyrészt a ház az övé legyen, Hans végképp az övé legyen, és hogy nem akart őket a közelében tudni, meg szerintem attól is pánikolt, hogy mi van, ha kiderül, hogy ő volt az, aki így teljesen kamu módon bedobta őket, hogy őket toloncoljátok már, ki légy szíves. De hát ez nagyon durva volt. Nekem az a szál hiányzott, hogy kiderüljön, hogy Ingével mi történt, miután elvitték. Az a szálába beleférhetett volna, legalább valami utalásokkal. Igen, ezt még én is olvastam volna, hogy ott mi történt. Na hát, ha valamelyik másik észtik. Meg hogy igazából, ami még így most így visszagondolva, hogy az is ilyen fura volt, most így utólag, de ez csak most jutott eszembe, hogy ott, amikor Vlagyivosztokban vagyunk, és az erre a gyerekkoráról beszél, akkor valami olyasmi van, hogy mintha a nagymama, meg az anyuka, tehát az Inger, meg a Linda, mintha nem beszélnének már egymással. És mindig leoroszozza a Lindát, tehát a lányát, a nagymama. Szóval, hogy nekem ez is ilyen fura volt, hogy ott mi történhetett, mert ugye csak addig látjuk őket, hogy tulajdonképpen a kínvallatásig, utána nagyon hamar már kitelepítik őket, és akkor ez a viszony ott mi történt, az is ilyen fura. Nem tudom, én elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk a Linda valami orosz fickóhoz ment hozzá, vagy hogy egyszerűen csak jobban be tudott illeszkedni, mert még ugye gyerekként volt ott, és amiatt, de az is nagyon durva volt, amikor arra ugye utaltak, hogy Linda nem igazán beszél. Tehát, igen. Hogy ő, ha nem is némult meg, de annyira minimálisan kommunikál azok után, ami gyerekkorában történt vele, mert ott nem is tudom, valami 7 éves volt szegény. Igen, 7 éves volt. Hogy hát Inger sem mond semmit, Alide sem mond semmit, jó, hát akkor hozzuk be a lányukat, és akkor tegyétek fel az asztalra. Na, akkor leraktam, mondtam, igen, hogy jó, most egy kicsit ezt félre rakjuk, mert ez nagyon-nagyon durva volt. És így, igen, meg egy, igen. Nem, csak azt akartam még hozzáfűzni, hogy annyira szeretném hinni, hogy ilyenek nem voltak, de sajnos biztos, de, hogy volt. Biztos, hogy volt, meg biztos, hogy mai napig is van. Tehát, hogy ez így nem évül el, meg nem múlik el. Nekem még az volt az ilyen nagyon döbbenet, amikor elolvastam ezt az utószót, amit ugye az Oxanen odaírt, hogy ez a némaság, tehát ami abban a sztoriban benne volt, ami az alapja volt ennek az egész történetnek, abban is ez a némaság volt, hogy ott valami lányt vittek el, aki utána nem szólalt meg többet. És hogy ez a történet valószínűleg akkor a Lindába lett Linda karakterébe lett beleépítve ezzel a némassággal. Tehát nem volt teljesen néma, csak hogy tényleg így nem beszélt meg. Ez ahogy leírja, hogy így kiüresedtek a szemei, meg így kiszürkült az egész, és meg az is tényleg ez, ahogy leírja, hogy a többi nő, hogy ahogy ment az utcán, és látta a tekintetekből, hogy kivel történt ez meg, és kivel nem, hogy az is annyira borzasztó volt. A libabőr. Igen. Igen, és hogy
hogy ugyanis szerintem még volt valamilyen, hogy a kitelepítettek, és amikor visszatértek, hogy akkor az ő tekintetükben is rögtön láttak, igen, hogy kivel mi történt. És igen, hogy... akivel trauma történt, az rögtön így egy pillantásból le tudta venni. Meg ezek a testi érzetek is annyira durván voltak benne, amikor még az elején vagyunk, tehát a jelen szába, a 90-es években, hogy ahogy így, hogy a Zara felbukkanásával valami olyasmit érzett, amit már évtizedek óta nem. Tehát, hogy annyira bejött egy ilyen gyomor összerángató érzés, így a semmiből, ami szintén ennek az ilyen poszttraumának, vagy nem tudom minek a jele, hogy az is sokszor visszajött a szövegben, sokszor, vagy igen, több helyen, hogy az, amikor így meglátta azt a fogorvost, akit felismert, hogy ő volt benne, ott volt lent a pincébe, és közben így a szőrös kezét meglátta, és így nem tudta, hogy meneküljön ebből a szituációból, de nem lehet ebből menekülni, ott se tudsz elmenekülni, tehát hogy tényleg az csak így ki tudod kapcsolni az agyadat, hogy kibírd valahogy. De ezek valami olyan iszonyatos erővel leírt történetek, és maga, hogy ezt a szégyenről ír, az egy nagyon megdöbbentő dolog, meg ezt a végén is kihangsúlyozza, hogy ő igazából erről akart írni, meg a színház, a színdarabban is ezen lett volna, erre lett volna kihegyezve, vagy erre van kihegyezve az egész, a tekintetekre, meg erre, ahogyan ránézünk, vagy ránk néznek ezek az emberek, az mennyire durva és brutális. Igen, és ez szerintem nagyon jól is megjeleníti benne, tehát a regényben is nagyon-nagyon erőteljesen érződik, hogy ez mennyire fontos elem. Nekem az a jelenet ragadt meg nagyon, amikor ment volna dolgozni könyvelőnek, vagy főkönyvelőnek talán, mert hogy Mártin bedugta oda valamelyik, nem tudom, irodába, és hogy meghallotta az egyik csávónak a hangját, aki szintén ott volt. És hogy abban a lendülettel ő gyökeret vert, nem tudott megmozdulni, leverte a víz, meg a hideg, meg minden, és azt mondta, hogy ő nem. Tehát, hogy konkrétan haza kellett vinni, mert hogy annyira... Tehát szerintem pánikrohma volt gyakorlatilag. Igen. Tőle, és hogy egy év valami felmentést kapott a munkából, mert hogy annyira, tehát fizikai tünetek jelentkeztek nála, egy a lelki megrázkutatások miatt, és ezek nagyon-nagyon erősek voltak, ezek a jelenetek. És magára a történelmi korról nem tudom, hogy egyébként szükséges-e külön beszélni, mert szerintem azért itt elég jól érintettük, és tehát azon kívül, hogy ugye volt egy német vonatkozása Észtországnak, és utána gyakorlatilag őket is megszállták az oroszok, és a Szovjetunió részévé tették őket. Majd náluk is megtörtént ugyanaz a rendszerváltás, ami nálunk megtörtént. Szerintem ezen felül nem biztos, hogy nagyon érdemes lenne belemásznunk. Itt a karaktereknél viszont Zaráról még én nagyon szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit, mert most már egy Alidét egészen hosszan kivesézgettük. De Zaráról még nem sok szó esett, hogy ugye aki kb. Így a jobb élet reményében úgy döntött, hogy jaj, neki is jó lenne fényes harisnya, meg jobb élet, meg nagyobb ház, ahol mindenkinek saját szobája van, meg ilyesmi, és hogy vett egy nagy levegőt, és tényleg hát majdnem a világ egyik végéről a másikra. De hogy pontosan ott se tudjuk, hogy mi történt, tehát hogy ez a barátnő esetleg már úgy szervezte be, hogy prostituáltnak vitték ki, csak ő nem tudott róla, vagy kiment, és rájött, hogy nem tud mit kezdeni, és valahogy ide keveredett. Szerintem őt beszervezték, mert ugye ott az elején az van, hogy az Oksana egy olyan kocsiból száll ki, amit ez a pása, meg ez a Lavrend, vagy nem tudom, hogy hívják a másikat. Igen, tehát ők vezetik, szóval hogy nekem ez így, én úgy raktam ezt össze, hogy ők már azért mentek oda, hogy az az Oksanka így mondja, hogy hú, tejjel, mézzel folyó Kánaán van nyugaton, gyere, pincérkedni kell, nem tudom, mit kell, hát ez a klasszikus beszervezés, és akkor utána meg már szegény kimegy, elveszik az útlevelét, és onnantól kezdve prostitúcióra kényszerítik. Tehát az a két fickó az ott volt, tehát ott volt az autóban. Erre nem is emlékeztem. Csak hogy valami nagy fekete autó. Igen. Igen. És akkor amikor mondja egyébként a nő, tehát ez az Zara történetében ez a folyton visszatérő motivum, vagy ez történelem ismétli magát, hogy ugye a nagymama meg retteg bármiféle fekete autótól, tehát hogy mindig jönnek, és akkor mindig borzasztó dolgok történnek veled, és hogy mit a nagymamával, meg a nagymama testvérével, meg az anyával mondjuk politikai okokból történtek ez, az Zarával, meg a gazdasági okokból. Tehát igazából felcserélhetők az okok, de mindig ugyanezt történik, és hogy itt tényleg így a történelem ismétli önmagát,
És ezek a, nekem mindig ez jut eszembe, ezek ez a transgenerációs traumák, uh-huh. amiről mostanában nagyon sokat lehet olvasni, mert valahogy ez most, talán a kutatás most állott, hogy akkor így jobban rálátunk már dolgokra, de hogy tényleg, hogyha nagymamáddal történt valami szörnyű, amit nem tudott feldolgozni, nem tudta elmondani, akkor ezt így óhatatlanul tudat alatt így viszik tovább a későbbi generációk, és én legalábbis így ezt láttam benne, hogy uh-huh. hogy az arával is ugyanaz történik, mint az anyjával történt, mert mind a nagyanyjával történt, és ha ezt ő nem dolgozza fel, akkor valószínűleg ez tovább idődik, és ha nem is ilyen formában, de mindenféleképpen meg fogja határozni a sorsát a későbbi generációknak is. Hát ez egyébként egy elég brutális gondolat, ha belegondolunk, hogy nem véletlenül kell, hogy nem csak az, hogy kibeszéljük, hanem hogy feldolgozzuk a traumáinkat, mert nem csak saját magunkkal tolunk ki, hanem a következő generációkkal is, méghozzá igen alaposan. Mert nagyon sokszor ugye olyan is lehet, hogy nekem nem élnek már például a nagyszüleim, tehát hogy őket milyen traumák érték, azt én soha nem fogom megtudni, és hogy lehet, hogy az életemben vannak olyan mondjuk visszatérő motivumok, amikről én nem tudok, de mondjuk lehet nekik leesni, hogy jaj, nézd már, a gyerek azért csinálja ezt meg azt, mert... És hogy ez érdekes is, meg valahol borzasztóan ijesztő is szerintem. Igen, meg ebben egyébként az az ijesztő, hogy az a legszomorúbb, hogy ami mondjuk így a nagyszülők generációjával történt, mondjuk akár Észtországban, vagy akár az egész ilyen keleti blokkban, arról nem lehetett beszélni. Tehát ezek a nők nem tudták elmondani, hogy így mi történt velük, meg nem tudták megbeszélni, vagy nem tudták feldolgozni, vagy nem tudom, önismeretbe járni. Szóval ez is ilyen mostani fejlemény, tehát a nagyszüleink, sőt, még szerintem a szüleink is, az egész ilyen önismeret, meg saját magunkkal foglalkozunk dolog. Ez egyszerűen nem volt az eszközkészletük, hogy ezt is lehetne tenni. És hogy ez megszakadjon ez a negatív vonal, ahol szerintem még azért jó pár generációnak a munkája benne lesz, hogy így ez ne termelődjön újra, mert ezek nagyon-nagyon, tényleg ezek tudat alatt hatnak leginkább, meg ilyen sejtszinten hatnak. Nekem például az Orostót Noéminek ebben az Örökölt Sors könyvében az volt az egyik ilyen legmegdöbbentőbb. Hát volt benne egy ábra, hogy mondjuk az, hogy egy nő várandós, és hogy vele a várandóság során történik valami óriási trauma, vagy rossz dolog, az nem csak a gyerekére lesz kihatása, hanem még az unokájára is, mert hogy a gyerekben, tehát a fejlődő magzatban már ott van a petefészek, már ott vannak a petesejtek, és ezek olyan szinten, ez a stressz hormon olyan szinten, sejtszinten megy bele mindenkibe, vagy tehát sejtszinten van ott, és egyszerűen viszed magaddal, és nem tudsz mit csinálni vele, vagy hát lehet vele mit csinálni, nyilván ez nagyon sok terápia, meg nem tudom, családállítás, vagy akármi, vannak erre már módszerek, szóval lehet vele mit csinálni, csak fel kell dolgozni, és pont az ilyen könyvek, vagy ezek a típusú könyvek, ezek egy nagyon jó ilyen történelmi múltnak a feldolgozás, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiről sokáig nem lehetett beszélni, vagy nem is tudnak róla az emberek, azért a magyar történelemben is rengeteg ilyen elhallgatott sztori van, vagy félre magyarázott, vagy folyamatosan egyszer így magyarázzuk, egyszer úgy magyarázzuk, éppen milyen, honnan fúj a szél. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz és terhelt témák. Tehát az egész 20. század ilyen szerintem az egy ilyen, valószínűleg minden század nagyon véres volt, de a 20. század az szerintem az egy ilyen eszeveszett korszak. Hát ez káosz és borzasztóan erőszakos. Igen. Tehát, hogy akkor már, hála Istennek, a bunkusbotot sikerült odáig kifejleszteni, hogy még több embernek tudjunk ártani, és nagyon durván tudjunk ártani. Szóval igen, az egy nagyon, nagyon erőteljes időszak volt, és én nagyon örülök neki, hogy egyre több ilyen könyv jelenhet meg, vagy jelenik meg, mert megvan rá az igény, hogy akár tényleg a nők történeteit elmondják, de akár a férfiakét is, vagy nekem teljesen mindegy, csak beszéljünk már olyan dolgokról, amikről korábban nem lehetett, mert ez is egy indulás ezen az úton, mert most, hogyha belegondolsz, nem csak az, hogy ő kibeszéli, tehát nem csak az, hogy ő leírja, hanem lehet, hogy egy olyan embernek a kezébe akad, ha nem is ő élte át, hanem mondjuk a szülei élték át, tehát még szerintem az a generáció még simán olvas Oxánent, vagy akármi. Tehát, hogy még abban a korban vannak, hogy ők még aktívak. És lehet, hogy nekik ez már segít. Hogy látják azt, hogy igenis, ilyen dolgok megtörténtek, lehet, hogy azért félek ettől, attól, amattól, mert simán elképzelhetőnek tartom azt is, hogy vannak emberek, akik félnek a sötét autóktól. Mert hogy mit tudom én, a nagyapát vagy a dédapát azzal vitték el, és akkor ugye ez ivódott be, hogy ne ülj be idegenek autójában, meg stb. És így a sötét autók is befixálódtak, mert ahogy a stressz hormonok, úgy akár ez is tényleg. Szóval remélem, hogy nagyon-nagyon sok ilyen könyv fog még születni, és
azt még jobban, hogy egyre kevesebb olyan tapasztalat lesz, amiből ilyen könyveknek kell, hogy szülessenek, mert nagyon-nagyon jó lenne, hogyha utolérnénk magunkat a feldolgozásban, szerintem. Van-e olyan karakter, akiről nem beszéltünk, és szeretnéd, hogyha ha váltanánk róla azért pár szót, nem maradjon ki? Hát nem is tudom. Mondjuk Martinról keveset beszéltünk, de igazából a nagy csavart az ő történetében azért láttuk, tehát hogy ő is végül is besugó volt, és akkor megismert. Mert ugye az is egy ilyen érdekes része, hogy a Martin testvérétől származnak ezek a dokumentumok, amik a legvégén ugye adják a teljes képet erről az egész horrorról, ami volt. Tulajdonképpen meg így ők emiatt talán érdekesek, de tényleg kevés szereplővel operál ez a történet, de az benne a zseniális, hogy ennyire kevés szereplő vagy, hogy egy család drámáján vagy tragédián keresztül mutatja meg ezt az egész eszemen dolgot, ami történt. Igen, hát ezért Martin idézőben nagy meglepetéseket nem tudott okozni. Igen. Szerintem az volt a durva, hogy ugye Alide hozzáment egy kommunistához, annak ellenére, hogy valami történt, mert valószínűleg tőle várta azt a védelmet. Mert hát nem valószínűleg, mert szerintem ez ki is lett mondva, hogy ha ő egy kommunista felesége, akkor az ő házát nem fogják bolygatni, mert hogy egy hithű kommunistáról beszélünk, aki nagyon aktívan részt vesz a párt életben, és hogy nem fogják megtalálni Hanst amiatt, mert hogy nem mer megtalálni az ő házukba. Igen. Tehát, hogy még a házasságát is miatta kötötte meg. Igen. És hogy az is olyan durva volt, mikor azt szerintem pont ez egyik ilyen Hanszos naplóbejegyzésben van benne, hogy ott már teljesen ki van borulva, hogy mindig kérdezgeti tőle Alide, hogy jobb volt-e a fűsztje, jobb volt-e a szörp, amit csinált, a befűt, amit tudom én, és hogy ez a folyamatos megerősítést vár, hogy legyen már ő valamiben a jobb, vagy emelje a testvére felé Hans végre, hogy ismerje, hogy ő mennyire szereti. És hogy ez úgy a borzasztó szomorú volt benne. Igen. Meg ami még eszembe jutott, de ez egy nagyon-nagyon picike szerep volt, de szerintem az is érdekes volt, hogy volt benne a Zara szálában egy Kátya nevű ukrán lány, aki ugye Csernobilból származott, és hogy mondták neki, vagy mindenki mondta, hogy nehogy mondja, hogy ő Csernobilból jött, vagy hogy egyetlen ukrán, mert hogy akkor nem fognak hozzáérni az ügyfelek és mindenki. És egyébként még a Zara is úgy beszélt róla, hogy ő meghallgatta, meg szimpatizált vele, de azért nem ölelte át, amikor mondjuk nagyon vigasztalásra szorult, és akkor volt egy ilyen párhuzam, hogy ez ugyanolyan, mint amikor ugye az Alide is, vagy nem tudom már ki mondta, hogy ki ne mondjátok, hogy titeket bevittek a pincébe, és ez történt veletek, mert senki nem fog hozzátok nyúlni, meg mi történt veletek. Tehát ez a fajta ilyen megbélyegzett, tehát a nőknek a megbélyegzettsége, akár amiatt, mert átéltek bármilyen traumát, akár azért, mert ott születtek, ahol történt egy borzasztó atomkatasztrófa, amiről nyilván nem tehetnek, vagy ott születtek, ahol a politikai ilyen-olyan állás éppen kényekedve szerint kínoszhatja ott a nőket, szóval ez valami borzasztó, ez a megbélyegzettség. És ez olyan szépen, hogy ez a Kátyának ez a minimál szálában, nem nagyon tudtunk róla meg többet, mert csak még azt egyébként, hogy ő eltűnt egyszer csak, és még az erre mondta, hogy pont ez a, azt hiszem a Pása volt az, aki ilyen tetováló mester akart lenni, és hogy valami rajta kísér, vagy rajta gyakorolt, és akkor mondta az erre, hogy úristen, csak nehogy elkezdjen rajtam gyakorolni, mert akkor utána én is eltűnök, és akkor az a vég. Szóval nekem ez a Kátya szála volt még ilyen kis, hogy róla még így olvastam volna, azon kívül a pár, nem tudom, oldalon kívül, amivel egyébként egy nagyon erőteljes dolgot vázolt fel Oxanen, tehát akár ez is lehetne egy regény alapja, ami ezzel a Kátyával történt, még ő volt egy ilyen érdekesebb. Igen, egyébként itt látni, hogy mennyire jól ír Oxanen, hogy így bedob egy Kátyát, nem tudom, két oldalra, vagy még lehet, hogy sokat is mondok. Igen, nagyon kevés volt róla, csak így pár sor szerintem. És hogy azt mondjuk, hogy na, akkor még róla olvasnék, akkor olvasnék a nagymamáról, ugye Ingerről, hogy vele mi történt, de hogy Lindával mi történt, én azt is elolvasnám. Na, tehát, hogy... Igen. És egyébként az is nagyon érdekes volt, azt még nem említettük, hogy behozta a Csernobil szálát, tehát nem csak ott, hogy ugye Kátya ott született, hanem hogy magát az eseményt is, amikor ugye megtörtént 86 talán, ugye, tehát hogy a Ulbéli szálon ugye nem csak ilyen 50-51 környékén mozogtunk, hanem egészen eljutottunk gyakorlatilag a jelenig vele, és hogy Martinnak meg Alidinek született egy lánya,
aki elköltözött Finnországba, és onnastól kezdve már tényleg nem volt hajlandó vele beszélni, mert hogy meg, nem tudom, megrontotta a nyugat a lányát, és hogy ez tudom, főbenjáró bűn. És ő ugye ő telefonált haza az édesanyjának, hogy ne engedje ki a teheneket, ne egyenek semmi bogyós gyümölcsöt, tehát mindenféle ilyen óvintézkedést elmondott nekik. És hogy, de hát, hogy nem hallották még a rádióban, és akkor megszakadt a vonal, mondtam, hogy de utállak benneteket. Mert hát ugye nyilván ő is csak úgy telefonálhatott haza, hogy minden egyes hívást lehallgattak, és mikor elért ideig, akkor hallotta meg valaki, gondolom, akkor jutottak el eddig a hívásig, és azonnal szétkapcsolták őket, mert hogy erről nem lehetett nyíltan beszélni, igen, hogy ez megtörtént. Hát meg ugye a Martin folyamatosan mondja, hogy ez ilyen nyugati fasiszta, liberális fasiszta propaganda, ez nagyon röhögtem rajta, és hogy ő ezt ő nem hiszi, aztán talán meg elcsöndesedett. Tehát volt egy olyan része, ami végén volt, hogy akkor már ezt már ő sem emlegette. A nagy hithű. Igen, és végül, hát nem tudni, hogy abba halt-e bele, de hogy ugye mondta neki, mert mint a Lidének mondta a lánya, hogy vegyen jódot, és adja hozzá az ételhez, meg mindent, és ugye Martin akkor kezdte elmondani, hogy jaj, hát ez tök hülyeség, mert meg megint csak bolondítanak minket, és akkor mondta, hogy hát akkor az ő ételében még italában nem teszünk jónak, és hogy nem tudom, hogy ez vitte el végül, de hogy mikor ugye megtalálta a holttestét el ide, akkor mondta, hogy ez hosszú évek után most látta először csodálkozni a férjét. És mondtam, hogy jó, tehát hogy én ott amúgy, ez személy dolog, én egy kicsit mosolyogtam. Hogy nem baj az, lepődjél csak meg, megérdemled. Csak aztán rájöttem, hogy Alida is nagyon sok mindent megérdemelt volna, amit... Igen, de akkor még ezt nem tudtuk, nem. Amikor ezt olvastuk, hogy így a... Tehát ez benne a zseniális, hogy az Alidét, ez tényleg így a legeslegvégéig. Igen. Még úgy tud, még úgy nem is ez, hogy felmented, de hogy így valahogy így azt érzi az ember, hogy... Igen, azt érzi az ember, hogy egyszerűen ugye tehát a történelem az így átgázolt az ő életén, és megnyomorította. Igen. És ha ő egy más korban, más helyre születik, akkor sokkal szebb élete lenne, de aztán meg benne van, hogy nem. Tehát ez a, oké, ott van a történelem, átgázolt rajta, de azért itt súlyos saját döntései vannak, aminek a következménye az beláthatatlan. Hát igen, mert most azért nem lehet mindig felmenteni minden tett alól valakit, azért, mert történt vele egy tragédia, mert tehát hogy ő is megnyomorított hány másik embert. Most ha csak azt nézzük, hogy közvetve Hanst, Ingelt, Lindát és Zarát, ez négy ember, de ha még itt a generációs dolgokat belevesszük, akkor a jövőt illetően ki tudja, hogy mennyit. Hát meg ugye a Talvit is, tehát a saját lányát, igen, hogy ott volt, igen, egy olyan rész benne, hogy ő hogyan nem tudott jó anya lenni, vagy egyetlen ez az anyaság, ez neki valószínűleg nem ment, és az ilyen nagyon pici, finom jelzésekkel ott van, hogy azért a Talvi azért, ha lehet, akkor így rövide fogja a kommunikációt az anyjával, és nagyon az ilyen mindennapi, semmit mondó helyzetekre koncentrál, szóval ebből így lehetett érezni, hogy azért az ottani anya-lánya viszony is azért eléggé terhelt lehetett. Igen, hát még nem csodálom. Tehát, hogy... Igen. Fú, nagyon durva volt. Csak itt a végkifejletről már ugye egészen sokat beszéltünk, hogy rájöttünk, vagy hát kiderült a legvégén, hogy Alida beszervezett ügynök volt, és hogy ő hát takarította ki az országból gyakorlatilag a saját testvérét és az unokahúgát. De hogy... nagyon érdekesek voltak szerintem a végén ezek a bejegyzések. Mert kicsit féltem tőle, amikor bejött, mert hogy én még arra számítottam, hogy ugye Zaráról fogunk megtudni ezt-azt, mert hogy őt is egészen hamar elpaterolta. Tehát, hogy így lazán fejbe lőtte a Pálsát és a Lavrentit, és akkor azt mondta, hogy te meg mennyi Isten hírével, tehát, hogy, hogy továbbra sem vallotta be úgy Isten igazából, hogy egyébként te a, nem tudom, a rokoni szálakat, hogy ő az unokahúgomnak vagy a lányam, maradjunk hogy nem. Igen. Egyébként itt Juditnak van egy érdekes kommentje, amivel tökéletes, ez az Zelenek segített a végén, és hogy lehet, hogy ezzel törleszteni akart, mert ugye tényleg az a vége, hogy se szó se beszélt, mint valamilyen tényleg ilyen, nem tudom, volt ex-KGB-s ügynök, de ez pont a Lavrenti volt ez a KGB-s ügynök, de tényleg olyan hidegvérrel lelövi ezt a két pacákot, amit szintén meg tudok érteni, de hogy ezzel, hogy talán akkor hogy az Zárának jobb élete lesz, mert ugye ott van el akkor a végén egy csomó pénz, megvan az útlevele, és mehet, ahova akar, tehát hogy ezzel megadja talán az esélyt annak, hogy akkor mégiscsak valahogy jobbra fordul a családnak a sorsa. Igen, ezt szerintem is ez a kicsit törleszteni akar, de valahogy akkor se tudja ezt felülírni azt, ami történt a múltban. Jó,
jó, meg figyelj, akkor segíteni akart neki, de előtte 20 oldallal, meg azon gondolkozott, hogy most be van oda zárva a lánya rejtek helyre, és el tudja dugaszolni az összes előző nyílást, tehát gyakorlatilag meg tudná ölni. És hogy úgy nem is nagyon úgy tűnt, mint aki ki szeretné onnan engedni, mert ugye arról még nem beszéltünk, de Hans gyakorlatilag ő ölte meg. Szerintem. Mármint, hogy nekem az jött le. Én nem tudom, én ebben nem vagyok biztos. Az elején is azt gondoltam, hogy ugye ott látjuk Hanst, hogy kimegy az erdőbe, tehát megkapja ezt az útlevelet, és akkor az Alida azt gondolja, hogy elmegy ezzel Finnországba, és jaj, de jó, ő meg utána megy, és akkor boldogan élnek, amíg meg nem halnak, de közben meg Hanst bemegy az erdőbe, és akkor kapja ezeket a vizéket, de ott valaki meglövi, ez sem tiszta, hogy ő miért vérezve jön haza. De hogy ő megfojtja ezt a Martinnak a testvérét, elveszi ezeket az iratokat, hazajön, vérzik, és akkor van az a pont, amikor Alidének kiderül, hogy ez a fickó nem fog vele menni sehova, és akkor zárja be a hogy hívják be. De utána még van a háztól egy csomó levél, vagy vannak még levelek, és nekem az úgy tűnt, mintha azt még azután írta volna ott a rejtek helyén. Tehát, hogy nekem ez így nem teljesen tiszta, hogy ott mi történt. Tehát az biztos, hogy ott a Hans úgy hal meg, hogy ezen a rejtek helyről soha nem jön ki onnan. Tehát bevegy oda, nem tudom, 40 akárhányba, még a világháború idején, vagy annak a végén, és onnan nem jön ki a haláláig. És ráadásul még ott van eltemetve a, nem tudom, a padló deszkái alá, hova végén be akar feküdni az Alidé mellé. Szóval hogy az egész ilyen borzadály, vagy ilyen elborultság. Én nem vagyok benne biztos, hogy ott megölte. Nekem úgy tűnt, mintha ott még élt volna, de hát biztos nem, már nem úgy, mint ahogy előtte. Mert én azért gondoltam, mert hogy ott volt egy olyan rész, amikor leírja, hogy Alida fogja magát is eltömíti a szellőzőket. Igen, igen. Tehát, ez a legvége. Nyomozd ki. Hát, most fellapozom, mert... Most tudom, hogy hol van, de igen, van egy ilyen rész, hogy eltömíti, és akkor igen, beragasztotta, becsukta az ajtót, beragasztotta, eldugaszolta a szellőzőnyílásokat, az ajtó elé tolta a szekrényt, és neki látott felmosni a padlóról a vért. És itt végül, utána... Igen, de utána még jön egy levél Hanstól. De nem lehet, hogy ez korábbi, csak ide szúrta be? Most nem... De itt van, hogy kérdeztem Lidét, hogy beszélte Martina a testvéréről. Bizonyára örültnek tartott, hogy éneket kérdezek. Tehát ugye a testvérét azt ugye ott ismerte meg az erdőben, ami után visszajött. És itt ilyeneket ír, hogy folyton fáj a fejem, néha mintha a ketté akarna hasadni, és akkor már látja Ingelt, meg itt van, hogy van még sózott hús, Ingel hoz majd újabbat, mert Alidétől nem kapok. Szóval nekem ez úgy tűnik, mintha ez az után írodott volna még ez a levél. És szerintem még van levél, mert ez volt be, ez, ja nem, várjál, mert ez augusztus 17, és augusztus 15-én is van egy levél, tehát két nappal korábban. Szomjas vagyok a heringtől. Hát nem, az a nem tudom. Ehhez nyomozni kellene egy kicsit, hogy... Várjál, de van egy augusztus 25 is, hoppá. Az ötödik rész, az azzal kezdődik, hogy augusztus 17-én volt ez a levél, hogy a Martin testvérét kérdezgeti, tehát akkor nyilván már élt az erdőben is visszajött, és van egy augusztus 25-e, és akkor írja azt, hogy akkor már teljesen az Ingelt látja. De nem lehet, viszonylag akkor hosszú. Még nem tudom, annyi levegője volt, vagy mondjuk adnom már túl sok. Meg még volt a kis kajája, meg ilyen. Nem, passz. Most nézem, hogy van-e még több levél tőle, mert várjál. Én teljesen ebben a hitben várjál, voltam. Figyelj csak, van. 1951. Na. október 5. Ez a vége. 50 augusztus 25 volt ez a ízés. Tehát több mint egy évvel még írt, és az a vége, hogy még egy éjszaka itt, Ingellel azt tervezzük, akkor már teljesen Ingelt látja, és akkor hamarosan mindhárman együtt lesz. Tehát több mint egy évig még ott van ebben a lukban, csak mert nyilván akkor nem engedi ki az Alide, valószínűleg. Ez a legutolsó levél, szóval szerintem ott tartja. Egyszerűen csak bezárva tartottam. Igen, bezárva tartottam. Szerintem igen. És akkor abban valószínűleg még jobban megőrült. Szerencsétlenságban amúgy. És ez is mennyire borzasztó, hogy egyszer elástad magad, akkor, tehát, hogy egyszerűen nem mehetett ki. Tehát, igen.
És hogy persze egy könnyű azt mondani, hogy hát jó, de miért nem szökött meg? Hát ez már pont így működött abban az időszakban, hogy mindenki csak úgy szökögetett, és hát szerintem 10-ből 2-nek, ha sikerült, vagy 10-ből 1-nek, akkor sikerült, hogy eltűnjél. De hát itt tényleg léptenyomon besúgók voltak mindenhol, meg hithű kommunisták, meg minden, szóval ez egy nagyon-nagyon kegyetlen korszak volt ilyen szempontból is. Jó, és még látom, hogy van Pása és volt Kelgép is, mert hozzájuk került eleve. Igen, ez még gondolom a Zarás szálhoz. Én voltam figyelmetlen, és eltömetve is ott van Hans, ha jól emlékszem. Igen, ott van a deszkák alatt. És szerinted befeküdt még ő mellé? Mert én ezt úgy képzeltem, hogy ő befeküdt, mert elég, de befeküdt mellé, és elengedte az életet. Nem, azt nem tudom. Szerintem mit terveztem? Simán kinézem, hogy ezek, tehát hogy most akkor úgy van, hogy jó, akkor az elet megmentettem, és akkor itt a vége bedobom a kulcsot. Simán tudom képzelni. Szerintem ezek ilyen nyitva hagyott kérdések, hogy ki mit gondol. Ez nincs így, meg nem folytatódik a történet, hanem te szerintem mit gondolsz erről, hogy hogyan folytatódhatna ez. Én simán tudom képzelni, hogy befekszik és magára gyújtja a házat. Simán. Mindjárt további nélkül. De mintha ott arra is lett volna, de most már lehet, hogy keverem van vele, de mintha lett volna szó valami gyújtóanyagról. Igen, hogy az abszolút, hogy akkor ők szétlocsolja, és hogy akkor, mert az Inge hazajön, akkor már ne találjon itt semmit, mert hogy ugye írja neki, hogy vissza lehet igényelni a földeket, de akkor ez a ház már nem fog ott állni, csak a föld lesz meg. Igen, de ott már látszik, hogy amúgy is vannak, tehát hogy ott már nagyon komoly problémák vannak a fejével, mert hogy előtte még azt mondta, hogy majd itt leszünk a befőttök, és akkor meg lehet kóstolni, hogy az mennyivel, tehát milyen jól végül is meg tudta oldani ő is a dolgokat, de utána meg mégis magára gyújtja az egész házat, és hogy ez nem logikátlanság, hanem egyszerűen szerintem annyira nem volt már tiszta a feje, hogy azt mondta, hogy jó, mindegy, akkor te nyertél, akkor gyere haza, de én fekszek a férjed mellé, tehát hogy ez a úristen. Ja. És igen, azt tervezte, hogy felgyújtja. És most kérdezzem meg, hogy mit szóltál a végéhez? Tehát, hogy te mennyire bírod azt, amikor nincs egy konkrét lezárásod, hanem így megkapsz egy infót, ugye ezt a legyeset, ami úgy erőteljesen kupán vág, de hogy még sincs lezárva tulajdonképpen, mindenkit így eleresztett az útjára Oxannán a végén. Hát engem nagyon felkavart ez a vége. Mármint az annyira nem is zavart, hogy így magamra hagy a végén, mert hogy az ilyen, tényleg így úgy értem meg, hogy akkor így ideig tartott a történt, és akkor mindenki gondolja el, ahogy szerintem folytatódna. Viszont ez, hogy az utolsó oldalon van egy akkora csavar, ami az egészet így helyre rakja, vagy nem is az, hogy helyre, de igazából helyre rakja, mert egy csomószor ott van ez a légy, meg ott van ez, hogy odaírták, hogy Ruszkisz, szóval egy csomó olyan utalás van rá, ami így utólag nyer értelmet. Nekem egyébként utólag, vagy nem tudom, együtt olvastuk a túlélőket? Igen. A Schulmant. Nekem igen. Az volt ilyen óriási csavar, amikor így minden így helyre került. Hogy volt egy csomó, igen, hogy volt egy ilyen kattanás, és akkor úristen. Tehát, hogy így felülírta azt amit nem tudom én, 99%-ban előtte olvastam, az 1% a végén, és én ezt nagyon, ez ilyen katartikus élményt tud adni, nyilván nem úgy, hogy hú, de nagyon jó volt, hanem, hogy úristen, hogy az egészet így félreolvastam, és hogy tényleg így átírja, felülírja az egész előtte lévő történetet, az utolsó információk is morzsa, és egyébként tényleg így ez a borító ezzel a léggyel, hát ez valami zseniális, de engem ez így konkrétan taszít ez a borító, tehát amikor kézbe lehet, hogy most mi az Istennek van itt egy légy, mert oké, zümmöget, nem áll, de nagyon fontos ez a légy ott. Igen, légy ott. És az a durva, hogy nem csak a történteket írja felül teljesen ezzel a kedik két szóval a végén, hanem úgy segberúgdosta az érzelmeimet, hogy én hogy viszonyulok a karakterekhez, hogy viszonyulok ez az egész könyvhöz, hogy az még jobban fájt, mint a történetre gyakorolt hatása, hogy én annyira tényleg, amit beszéltünk, hogy annyira próbáltuk mentegetni, meg valamilyen szinten szimpatizálni vele, mert nem tudom, én relatív empatikus embernek tartom magam, és valószínűleg emiatt próbálok mindig kötődni a karakterekhez, akkor is, hogyha nem feltétlenül szimpatikus, akkor is próbálok találni olyan vonásokat benne, ami azzá teszi. Most akár csak ilyen apróságok, mint Alidénél, hogy ezek a nagyon ismert a gyógynövényeket, meg nagyon házias volt, meg ez a rengeteg befőt, meg bozasztó nagy tudása lehetett neki egyébként ilyen téren, és hogy nekem ez emiatt szimpatikus lett. Na hát ezek után már kicsit sem volt az, tehát hogy így ez is az a könyv, amit amúgy tök jó lenne újra olvasni. És hogy csomó minden teljesen más fényben lenne utána. Szóval nem tudom, lehet, hogy ebben kellene magamnak hagyni egy cetlit, amiben lelövöm a poént a legelején,
hogy ha egyszer újra akarom olvasni, akkor el ne felejtsem, hogy ebben volt. Szerintem egy ezt nem fogod elfelejteni, ezt nem? a végét, de szerintem ez olyan, amit az ember így nem felejt el. Azért lehet egy csomó kis részleti ki felülírva, vagy kiesik, de szerintem ez a csavar, ez biztos, hogy nem felejted el. Lehet egyébként, lehet, hogy igazad van. És amúgy az is érdekes, hogy miért pont légy. Tehát, hogy nekem maga ez is tetszik, hogy mint a légy a falon, ugye vannak ilyen mondásaink, hogy ő volt az, aki mindig ott volt, de valójában senki nem gondolt rá, hogy ő esetleg besúgó lenne, mert ő volt a meggyalázott nő gyakorlatilag, amit valószínűleg mindenki tudott, mert hát ezek szerintem tipikusan olyan titkok voltak, amiről mindenki tud. Persze. Tehát egy elhallgatott, de azért mindenki tisztában van vele, hogy kivel mi történt itt ebben az időszakban, főleg, hogy azért egy relatíve kis faluról beszélünk, mert is nekem ez egy ilyen, nem tudom, pár száz fős, vagy maximum ilyen 1000 fős falunak képzeltem el, és hogy nem gondolnám, hogy gyanakodtak volna. És hogy volt több ilyen is, mikor kergette még ott a legyeket az elején, ugye légycsapjával, meg hogy mondta, jaj, ne aggódj, mert csak a húsba petézik bele, meg ilyenek, és hogy ez nekem megint az, hogy egy ilyen undorító képet csatolt hozzá a légyhez, és hogy nekem egy kicsit olyan hatása volt, mint hogyha itt a hússal való kapcsolata, mint hogy szó szerint a saját családját rothasztotta ki. Tehát ez egy... Abszolút, igen. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, erős kép is volt, meg hogy így tényleg ez az áthallása az egész történetre így nagyon, nagyon erős. De ezért megcsapkodtam volna én is. Mondjuk én ezt tök sokára vettem észre, hogy ez egy légycsapó. Nem tudom, ez nekem valamiért ez nem esett le, de annyira a légyre koncentráltam, hogy a légycsapót már meg sem láttam a borítón valójában, szerintem egyszerűen erre van szó. Amúgy tök jó, hogy így kihajtva meg. Ugye megvan a teljes kép. Jaj, hát szerintem mindent elmondtam. Én legalábbis mindent elmondtam, amit el szerettem volna. Nem tudom, hogy benned maradt-e még valami, ami... Szerintem már beszéltük ezt elég rendesen borzalmakat. Jó, hát ha kedvet kapott valaki, aki itt mert a spoileresből ilyen borzasztó dolgokat olvasson. Akkor egy kérdésem maradt még hátra mára, hogy van-e olyan hasonló könyv, amit tudnál ajánlani? Bármilyen aspektusban hasonló. Igen, van, de ez tényleg olyan könyv, hogy erre még inkább erős idegzetőeknek ajánlanám. Ez Zoltán Gábortól az Orgia című könyv, ami hát olyan szempontból kapcsolható szerintem ehhez a témához, hogy ugyanúgy egy történelmi, egy kibeszéletlen történelmi hagyaték, ami napjainkig velünk van. Ez ugye a 1944-es történet, 44-45-ös, amikor ez a Nyilasvész korszak idején játszódik Budapest 12. kerületében, a Nyilas Pártházban konkrétan, meg annak a környékén. És hát az beszéli el, hogy ott, hogy a vészkorszak alatt, oda hogyan vitték be a zsidókat, hogyan kínozták meg őket, hogyan lőtték be őket a Dunába, vagy kísérték át a gettóba őket. Szóval egy nagyon-nagyon borzasztó történet, ami azért is borzasztó, mert igazából így ez az a, hát nagyon sok időszak van, ami még nincs feldolgozva így a magyar történelemben kellőképpen, hát ez is közéjük tartozik, tehát az, hogy a 44-45 telén mi történt Budapesten meg Magyarországon, ugye azért abban nagyon-nagyon sok szerepe van a náci németeknek is, ez tény is való, de azért a magyar nyilasoknak is, tehát hogy itt azért magyar emberek öltek magyar embereket, és ezt azért így látni kell. Uh-huh. Szóval ez is ez a fajta nagyon kemény történelmi trauma feldolgozás, amiről Zoltán Gábor beszél, és ez egy abszolút elhallgatott, és nagyon durván átpolitizált történet a napjainkban. Tehát én erről a könyvről ott hallottam, amikor a 444 riportere forgatott egy dokumentumfilmet annak kapcsán, hogy a 12. kerületben a Turul emlékmű, ezt nem tudom mennyit hallottál róla, ez annak idején elég nagy botrányt kavart, hogy azon a helyszínen, ahol konkrétan zsidók százait ölték meg, valakik jó ötletnek tartották, hogy egy Turul szobrot állítsanak, és azokra emlékezzünk, akik ezt elkövették, és nem azokra, akik ennek az áldozatai voltak. És akkor ez tulajdonképpen, hogy mi történt ott, az ugye nagyon-nagyon sokáig elhallgatott volt, és ez a könyv egyébként nagyon utána megy, és nagyon sokat lehet ebből ilyen formán is tanulni és tájékozódni, és hát ezért ez egy nagyon-nagyon borzasztó, mai napig szerintem kiható történet, és ezekről szerintem muszáj olvasni, és muszáj tudni,
mert ezek a sebek csak akkor fognak begyógyulni, ezt nagyon erősen felkaparja az ember, és hagyja a gennyet így kiürülni, és akkor talán egy idő után begyógyul. Nyilván ott marad a heg, és ezt nem lehet eltüntetni, de a gyógyuláshoz kell, hogy ezeket felkaparjuk, és ez az Oxán ennek ugyanez, tehát hogy ezekről beszélni kell, ezeket meg kell mutatni ennek az undorító voltát, és tudni kell ezzel szembenézni bármelyik nemzetnek. Igen, meg azt gondolom, hogy a nem tudás, meg az elhallgatás, meg a nem tudom, fejelfordítás, az nem visz minket sehova. Tehát az full strusz politika, és talán még rosszabb, tehát hogy főleg, ha már van valami elképzelésünk róla, hogy történt valami, azt mondjuk, hogy hát ez túl csúnya, ezt inkább nem nézem meg, tehát hogy ezt nem tartom egy jó megküzdési mechanizmusnak, hát ez semmilyen megküzdési mechanizmusnak nem nevezhető, mert az sokkal inkább tényleg az, hogyha beszélünk és olvasunk, és mindenféle vitát vagy diskurzust folytatunk róla, mert ez sokkal-sokkal fontosabb. Én egy évet hoztam, amit nem tudom már mondani, amikor olvastam, de mindjárt megnézem. 19-ben olvastam el konkrétan, ez egy napos olvasás volt, emlékszem, hogy Budapestre utaztam valamiért éppen vonaton, és oda-vissza úton ezt elolvastam, de nem volt jó ötlet egyébként, tehát ne olvassátok vonaton. Ez Polcilénytől az asszony a fronton. Tehát, hogy ez egy hasonlóan traumafeldolgozó könyv női szemszögből és második világháborúról szól, és ez is egy olyan könyv volt, ami megdöbbentette kb. Az embereket, hogy ez így megjelenhetett, és mi az, hogy erről beszélünk, mert erről hallgatni kell. És én nagyon-nagyon ajánlom, hogy ha szeretnétek hasonló témájú könyveket olvasni, akkor ezt se hagyjátok ki, mert nagyon-nagyon megrázó egyébként ez is. Én túl sok mindent nem szeretnék hozzátenni ehhez a könyvhöz, egyébként nem egy hosszú könyvről van szó, 252 oldala a legújabb kiadásában. Nem tudom, te ezt olvastad már egyébként? Olvastam, igen. De már szerintem régebben, tehát legalább itt, nem tudom, 10 éve biztos. De tényleg nekem is egy ilyen döbbenetes erejű olvasmány volt, hogy ezekről én nem is hallottam soha. De hát nem is nagyon lehetett ezekről így informálódni. És azért mostanában elég sok ilyen történet kerül elő. Nyilván így kell hozzá egy idő, hogy amíg ezekről beszélni lehet egyáltalán, meg hogy nem tudom, az ilyen zsidó traumafeldolgozásoknál szokták mondani, hogy akkor jön el ennek a dömpingje, amikor a túlélők, mert az életük legvégéhez közelednek, és úgy érzik, hogy most ezt muszáj elmondanom, tehát nem mehetek úgy el, hogy ezt nem mondjam el. Szerintem ez valószínűleg ennek a történetnek is most van az a korosztálya, vagy az előző, nem tudom, évtizedekben voltak azok, akik azt mondták, hogy már pedig erről beszélni kell, és ugye ezért 89 után már lehetett erről beszélni, előtte biztos, hogy nem lehetett erről beszélni, meg ezeket elmondani, hogy mit tettek a szovjet katonák Magyarországon. Szóval ezek az ilyen kegyetlen történetek, de muszáj. Tényleg muszáj ezeket így tudni, ismerni. Nincs mese. Nem jó, meg nem lesz, vagy nem egy élvezetes olvasmány ilyen szempontból, de megkerülhetetlenek. Igen, és egyébként azt nézem, hogy a Polcilény könyve 91-ben jelent meg, tehát hogy ő, igen, ő nem is talál sokat, tehát hogy amikor én már talált magának egy kiadót, aki hajlandó ezt szerintem közölni, akkor ő ezt a világ elé is tárta, és azért tehát nem semmi bátorság kellhetett. Hát ez biztos, Hogy, mert ugye ez ráadásul egy önéletrajzi ihletésű regény, tehát hogy, igen. Hogy az meg még, mint ahogy beszéltük az elején, hogy aminek tudjuk, hogy igaz történet, jó, persze itt magák a körülmények azok amúgy is valós történelmi alapokon nyugszanak, de amikor személyes érintettsége van a szerzőnek, az meg még durvább. Igen. Tehát mikor látod, hogy mindenki keresztül valaki, az egy nagyon-nagyon durva dolog. Szóval szerintem két nagyon izgalmas könyvvel engedünk titeket utatokra. Egyébként én fel is fogom berakni azt a könyvet, amit ajánlottál a váró per kívánság listámra, és remélem, hogy meg tudom szerezni és elolvasni, mert nagyon közel áll hozzám ez a téma, és nagyon, nagyon érdekel is, meg amit beszéltünk, hogy olvasni, meg beszélni róla jó sokat, hogy legyenek ezek egy kicsit, nem tudom, ne legyenek tabusítva, talán az benne. Igen. Egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha rehabilitálnánk ezeket a gondolatokat, hogy lehessen nyíltan beszélni róla. És akkor szerintem ezzel a két nem túl vidám könyvajánlóval, de olyan arabi remélhetőleg hozzátok fog tenni, szerintem el is búcsúzunk tőletek mára, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tamara, hogy itt voltál velem, és együtt olvashattuk ezt a könyvet, mert így különösen extra
extra jó élmény volt. Én is köszönöm, mert nagyon-nagyon örülök, hogy választottad, mert így legalább így kezembe vettem. Lehet, hogy még évekig tologattam volna. Hát akkor szuperek vagyunk mind a ketten. Ez egy jó párosítás volt, azt gondolom. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott a beszélgetés folyamán, és Juditnak meg különösen köszönjük, jár érte valami, nem tudom, virtuális kávé, hogy ilyen szuperül aktívan részt vettél itt velünk a beszélgetésben. Várunk téged, meg titeket máskor is, majd sok-sok szeretettel. Még egy pénteket kell kibírnatok azok, akik dolgoztok holnap, aztán pedig nagyon-nagyon szuper hétvégét nektek, és nincs más mert, mint integetünk, és nyúlunk egy sziasztokat. Sziasztok! Sziasztok.